6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, sziasztok, itt van Laci, hello, jó reggelt, sziasztok, szia Gyuri, jó reggelt, is. Hello, jó reggelt, Anett, jó reggelt, sziasztok, milyen szép vagy ma is, bőrgyeki, izi, minden, nagyon jó, igen, köszönöm, igen. Szépen, és az előbb itt a folyosó, hogy valami dumáltunk, és te még helyeseltél rá egyet? Persze, beszóltam. Édes, nagyon helyes volt. Nem, a Gyurinak mutattam az egyik legutolsó Van Halen felvételt, ahol Eddie Van Halen még élt, ez a Tattoo. És a Gyurinak nagyon tetszett. Mm. És gondoltam, hogy gyerekek, most már, ha úgyis minden idők legjobb zenéje, akkor dobjuk ki ezt a Lópici Gáspárt, ez a Szebben táncolok, mint te című dalát, és rakjuk be a Van Halentől a Tattoo-t. És oké, hogy újabb, meg ez nem retro, de Eddie Van Halen halott, tehát szomorú, meg feldobó, meg nem tudom mi, és akkor Lópici Gáspár megy. Igen, halott zenészekre úgysem mer senki mondani semmit. Igen, és ezt elemezgettük, hallgattuk, és éppen mondtam, hogy mennyire jó, és Anett meg itt a hírszerkesztő szoba ajtajában, mint a kis portásfülkében állt van, és igen, nagyon jó, nagyon jó. Azt a miről van szó. Már hallottam volna, de nagyon jó. Jó, én azt hittem, hogy a Backstreet Boys-ról van szó. Jézusom, kislány. Oh. Jó. Összetéveszteni a Backstreet Boys-t a Van Halennel? Ez jó reggel. Jó reggel, Magyarország. Ez mind a hármat az N-Single, mert hogy azt szóltam. Most 10 percig. Ja, bocsánat. Igen, Anett előkészítette, hogy kirántja az abroszt a poharak alól. Kirántotta csak. Ön mentek a poharak is, igen. Na jó van. Hát, na, mi így kezdtünk. Ez volt a kis reggeli csevejünk még, mielőtt veletek találkoztunk volna, drága. Hallgatók, de ti is írtatok, látom, van itt történet mindenféle. A Morgan, mindenkinek a múlt heti havazás után megérkezett az eső is, egész héten ez lesz. Drága Anett, remek hétkezdés produkáltál, felnőttél a srácokhoz, Jóci a hajószigetelő Rotterdamból. Köszönöm szépen. Felnőttél hozzá, de mi már cipelünk magunkkal. Hát nem? Olyan, éve. Igen, olyan vagy, mint egy ilyen kis szexi hátizsák, amit vagy a Gyuri, vagy én felveszünk magunkra, és viszünk bárhova, Anett jön. Igen. Nem? Igen, szólni szoktuk egymásnak. Hátizsákot ne hagyd itt, bocsi, most hozd valaki legyen. Igen, emlék, kirándul. Opa, hátizsák, Gyuri, fordul már vissza, érte. Dobd már fel a hátadra. Így van, és vagy ő cipeli, vagy én, visszük, de szeretjük, tehát jaj, nem hagynánk ott soha. Jó, én is imádok hátizsák lenni. Na, Gabi bátyám, jó reggelt, 3 teljes nap kitartó és fáradhatatlan harcsázó maraton eredménye, egy bazi nagy nulla. Át kellett értékelnem a 30 év helyismeretét és tapasztalatát, valamint pihenésre van szüksége, már McLaren-es. Helyismeret? Horgászathoz annyi kell, hogy tudd, hogy te a parton legyél, és a szembe legyen a víz. Hát, ennél azért bonyolultabb. Én azért vagyok benne. Álltam már horgász mellett, szóval ők, én nem tudom, aztán az eredmény nem feltétlenül igazolja az ő tudományukat, de hogy akkor most ide dobok, oda nem dobok, mert ott etetek, ott nem etetek, de ott alacsony a víz, ott magas a víz, ott iszapos, ott túrja, ott megtúrja, ott kitúrja, itt fog ráragadózósni, vagy ha, rárabol, aha, rárabol, ez igen. Az, köszönöm, rárabol, aha. Meg minden, szóval azért az nem olyan egyszerű. Ott az nádas, az nem jó, de ott belógan a gyökér, az jó. Hát ilyen háromnapos, három éjszakás ülésekben azért van idő kitalálni ezeket a dumákat, hogy miért nem sikerült. Na jó, de hát ezek szerint olyan helyeken dolgozta meg a harcsákat, ahol eddig volt, most nincs. Korábbi sikereinek a helyszínére visszatért hiába. Jó reggelt, Bocskor Tím, a tegnapi adást összefoglalva, Ati tulajdonképpen minden szülésre bemenne aludni, és nyugodtságot vetíteni az éppen vajúdó kismamára. És azt is megtudtuk, hogy Laci pedig egy szerencsétlen barom. Hát igen. Mörfelden 7 fok, nagykozári fuvaros. Sziasztok, rádiózás Ronaldói, mondom a csajomnak, te idióta barom, mindketten sírva röhögtünk. Na kezdjétek, mert úton vagyok Kolozsvár felé, és már nagyon várom a kezdést Gatyi Erdélyből, illetve Buenos Aires ifjak, Tuesday, kolbászos pizza és remek tervek, de bár olyan nyugdíjas tetovált rajongó. Úgy kell indítani. A tervek mindig jók, mindenkinek van terve? Terve van. Van. Vagy van. A totál nihilben vagy. Melyiket válasszam? Laci, nem megfelelni kell, hanem igazságot mondani. Néha megmondani az őszintét, esik? Nekem van terve. Van tervel? Jó, ne mondd el, de 10-ig még kiszedem belőle, Gyuri. Van, nekem is van terve. Neked is van. Anett, van terved? Nekem nagyon sok. Nekem is van tervem veled. Egy? Nem úgy, nem úgy. 10-ig ezt is hozd meg. Tudod, hogy van egy küldetésem veled kapcsolatban. Jaj, tudom. Nem mondom el. Köszönöm. Adásban, csak neked, de te tudod. De tudom, hiszen minden nap elmondod. Adásban. Nem is tudom elfelejteni. Férhez akarom adni a lányt. Na. Igen. Igen. Igen, és már kiszemelted is megvan. Igen. Évek óta. Majd kiszemelte a sor. Szakma várja ezt a frigyet.
Frigy, az olyan ronda szó. Azt mondják, hogy szép a magyar nyelv, és aztán jön a frigy. Mert valószínűleg a frigyes név jött eszembe. Igen, frigy. De tényleg olyan. Frigy. Nyomod oldalról két ujjal, nyomod, egyszer csak Isten, frigy. Jó, én kint leszek. És ez a házasság, érted? Ez a szép két ember közti kapcsolat. Igen. Frigy. El is ment a kedvemtől. Hát, megértem. Hát a pap azt mondja, na, és akkor akarja ezt a frigyt. Akkor jöjjön hátra a papi fürdőszobába. Te miről perverszkedsz? A tükörhöz. Laci, fantáziás. Jó, oké, fessetek ti. Fessetek ti, majd hozom a... Elkezdek az Anette beszélgetni, és ő azonnal beléri magát a pap szerepébe, hogy ő mit csinálna a mennyasszony a fürdőszobában. A templom fürdőszobájában. Jézus Mária. Frigy. Időjárás jelentés. Csak hogy megnyugodjunk mindannyian. Hú, ez hosszú lesz. A reggelekkel még meggyűlik a baja a tavasznak, viszont napközben már tud teljesíteni, ma 10-18 fok is lehet. A délen élőknek nagyobb szerencséjük lesz, többet süt majd a nap Szeged térségében, északon felhősebb, szelesebb időre van kilátás, egy-egy futózáporra is van esély. A hét második részében ismét egyre több felé számíthatunk esőre, de a hőmérséklet továbbra is 20 fok felett marad. A szeles időben fájhat a fejünk, ingerültebbek és nyugtalanabbak lehetünk. Öltözzünk melegen, rétegesen, mert ellenkező esetben reggel fázni fogunk. Ez kész. Ez a Anett is szégyeli. Tehát megindokolja a tanácsát, mert ellenkező esetben reggel fázni fogunk, napközben melegünk lesz. De hogy? Hogyha nem öltözünk rétegesen, hanem magunkra veszünk valamit. Ja, de akkor a napközben le tudok venni egy réteget, ez a tipped. Igen, hát a réteges öltözésnek, öltözködésnek ugye ez a lényege. Tehát ez a bőrcseki réteg, ez le fog jönni rólad majd napközben? Úgy tervezem. Jó, oké. Igen. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk minél több zöldséget, gyümölcsöt. Ez hogyan ide? Ez is hozzátartozik a praktikákhoz, a jó tanácsaimhoz. Oké, de az időjárásra, tehát ha ma nem ilyen idő lenne, akkor ne együnk zöldséget, gyümölcsöt, vagy ez minden nap? Szerintem az mindig kell, de igen. Télen meg tavasztal. Akkor írd már bele minden nap, mert... Jó. Aha. És legyen ez egy állandó sor. Ezt még kabátban, vagy ha már levettük? Vince névnap van, és az évfordulók. 408 éve, ó! Én nem is tudtam, most tanulok. Most tényleg tanulok. 408 év az amerikai benszülött indián Pocahontas, az angol John Rolfe felesége lett, és ez nem, tényleg nem csak a Disneyben, ez igaz? Igen. Hát a Wikipedia szerint igen. Mert én láttam rajzfilmen. Én is. Ezt az egészet. Én persze. Ezt a frigyt. Én is láttam. Azóta szeretnék Disney nem férhez szokott, menni. Nem ez volt az első rasszok közötti házasság, és Virginiában volt az esküvő. Gyerekek, ez milyen szép. Igen. És ez 408 éve, ennyire régen? Nagyon-nagyon régen. Olyan frissnek néz ki a Pocahontas ott a Disney. Tök jól tartja magát. Mondom, én nagyon szeretnék hozzá hasonlítani. Hát vagy figyelj, rá? Az volt az első és utolsó rajzfilm figura, akit megkívántam. Tudnád részletezni egy kicsit? Nem, hogy nem tudnám részletezni. Között? Nem tudnám részletezni. Neked nem volt még rajzfilm figura, akit úgy megkívántál? De, csak azt hittem egyedül vagyok. Nem, ketten vagyunk, Gyuri. Neked is Pocahontas, vagy neked? Nem, nekem a jégvarázsból valaki? Donald Hacsán. A jégvarázsból a kislány. Gyanús, hogy felmerült neked a jégvarázs akkor. Volt ez a Roger nyúl a pácban, abban voltam, az a másik nyúl, az a nő, az estély is nyúl. Én legalább egy indián lánya, de tényleg nyúl. Dögös volt. Dögös nyúl. Lasszor van életben. Hogy kezdődik ez a reggel? Nagyon, nagyon beteg. Neked, Laci, van rajzfilm figurád? Hát max a kis hableány. De hát az, amit kezdesz. Hát az a pikkelyes alsójával. Nagyon csúszik. Jó ízlésed van, te jó ízlésed. Neked is a nyúllal. 119 éve a magyar labdarúgó válogatott először aratott győzelmet. Emlékezzünk erre. A cseh labdarúgó válogatott ellen győztek 2-1-re, a válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta. Igen. Ezek jó sztori. Köszönöm, Anett. Azt mondja, golyóstollal most is van folytatás a másik oldalon. Felkiáltó jel mosolyka. Ezt neked írtam. Köszönöm. 70 éves ma Tátrai Tibor. Hát Isten éltesse. Isten éltesse. Isten éltesse. A legnagyobb magyar gitáros.
76 éves ma Bródy János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró, és 28 éve hunyt el Kurt Cobain, a Nirvana együttes énekese. 28 már. Igen. Igen, én még emlékszem, én egyszer csináltam a Nirvánával egy interjút, hát akkor nyilván még élt Kurt Cobain, és csak ő nem volt jelen ezen az interjún, hanem csak a basszusgitáros Chris Novoselic, azt hiszem így hívták, és a dobos. És tudod ki a dobos? Igen, a Foo Fighters-es. Igen, a Dave Grohl, Dave aki Grohl. Dobosa volt a Nirvánának, és most a Foo Fighters gitárosa énekese, így van. Ó, előbb-utóbb bemegy. Igen, hát inkább utóbb. Bírom ezt a kis beszólós, nem? Körülbelül ilyen 9, nem, 8-ig beszólós, és aztán elfárad. Igen, kell alszik, igen. Pápa egyfokos, 17 lesz már pápa, felhősen viszont. Miami 19 fokos, 30 fok lesz felhővel, Jászberény 2 fokos, 16 lesz a csúcs ma ott, és felhő. Baja 1 fokos, 17 lesz majd napsütéssel, Budapesten is napsütés, 3 fok van most, és 16 lesz majd. Jó, nagyon jó kis témáink vannak, picit formaegyezünk, és nem is annyira az aktuális dolgokkal kapcsolatban, azt se tudjuk, hogy hogy áll a... Mennyi volt eddig? Hány futam? 2? 2 szerintem max. 2. De bedobták azt az örömbombát, ha lehet így fogalmazni, a rajongók örülnek neki, főleg a versenyző, hogy 2023-tól bevezetik a Las Vegas-i versenyt. Ott a helye. És körülnéztünk a Gyurival a térképen, hogy most kirakják ezt oda a sivatagba, és akkor izé majd Las Vegasból, mit tudom én, a Hiltonból ki kell autózni a sivatagba, megnézni. Nem, ez átmegy a városon. Igen, a legfontosabb utakon, hát ott a Bellagio körül, meg ott fognak pörögni. Ez elképesztő. Tehát ilyen városi verseny, van még egy-kettő, nem tudom, egyiket nem tudom, a Monte Carlo-t nyilván tudom. Igen. De ez valami hihetetlen. Tehát ha informális versenyző lennék, én nem nézném a pályát, hát én nézném a várost. Hát hiszen Las Vegas olyan szép. Nem az, hogy szép, de izgalmas, látványos, fényes. Nem, az mindig nagyon izgalmas, amikor egy városon belül megy. Igen. És ami vicces, hogy a pilóták sorra reagálták le ezt a hírt, nyilatkoztak azzal kapcsolatban. Fettel azt mondja, biztos, hogy rengeteg pilóta egy rakáspénzt ott fog adni a kaszinóban. Valaki más azt mondja, hogy úristen, azért hagyjanak már 2 hét szünetet, hogy ki tudjunk józanodni. Oh. Tehát, hogy ilyeneket reagáltak a pilóták erre a Las Vegas-i hírre. És ezért gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk barátunkkal, Szújó Zolival, mert egyrészt én nem nagyon tudom ki, mint kívül elképzelni azt, hogy ilyen erezzel a hajam pilóta van még. Tehát, hogy ez tényleg egy pilóta nem annyira fegyelmezett, hogy esetleg tényleg még a félkarú rablónál találja magát én ezt nehezen hiszem, éjfélkor is, és néhány gin tonikkal a kezében. Nagy lesz a kísérletés, mert minden szálloda alajában ott van a kaszinó. Tehát hol szállásolják előnket? Én igen? Nem tudom, szerintem csak a szájuk jár. Igen, mindenki nem külök... izgalmas férfiak. Hát ez... Nem izgalmas, ezért keresik az izgalmat Las Vegasban. Hát Las Vegasban egy csomó lúzer megy legénybúcsúra. Igen. Ez majd kibillent benneteket, srácok. Jó, hát azért Kimiről tudjuk, hogy ő itt Budapesten is szeretett hajnalba hazatérni a szállodába, és a kezében az üveg vodka, ami ott maradt a recepció, nem emlékszem. Nem kellett Vegas, hogy találjon egy kaszinót, igen. Igen. Szóval ez is érdekel bennünket, hogy egyébként bárki fegyelmezi ezeket a pilótákat. Kettő, amikor egy új pálya van, amit még nem ismernek, annak hogy történik a begyakorlása? Nem hiszem, hogy egy héttel hamarabb oda mennek, és ott Las Vegasban csak úgy... Hát nem zárják le a kedvükért Las Vegast. Jarisszal körbe mennek, hogy vannak a kanyarok. Hát igen. Forgalomba indexel. Igen, szimulátor, vagy mi? Tehát hogy történik ez? Tehát egy csomó kérdés ezzel a Las Vegas-i tervvel kapcsolatban. Szújó Zolihoz, tudjátok, Zoli rengeteg kulisszatitkot tud, és nagyon jól meséli ezeket a történeteket. Ez az egyik sztoring, a másik pedig az Amazon. Az Amazon, mint csomagküldőszolgáltató. Egy picit visszamegyünk a történelembe, képzeljétek el, az Amazon 95-ben alakult, és azt talán kevesen tudják ma már, hogy ők csak egy könyv küldőszolgálat volt. Tehát, tényleg. Tehát más termékük nem volt, ők könyveket küldtek online. Hát úgy online, hogy lehetett rendelni elektronikus formában, talán még nem is. Akkor az elején még biztos, hogy nem. Igen. Tehát hogy a lényeg az, hogy a világ legnagyobb könyvesboltja volt, mondjuk így. Uh-huh. És Jeff Bezos, ugye a világ egyik leggazdagabb embere, ő is volt az űrben, stb. Elmesélt most egy sztorit, hogy mi volt a legfurcsább megrendelése az Amazonnak. Méghozzá egyébként az alapításuk után pár hónappal. Aha. A megrendelés Bulgáriából jött.
Már fura volt neki. Már fura volt neki, és a bolgároknak nem volt hitelkártyájuk, amivel tudták volna ezt online fizetni, ezért ők készpénzt küldtek ki, de nagyon-nagyon fura módon, és aztán ez meg... Tehát, na, ez a sztorit majd elmeséljük, és egy picit beszéljünk arról, hogy például az első online rendelésünk az milyen volt. Nem féltünk-e megadni az adatainkat, kártyaadatokat? Megjött-e az a termék? Honnan rendelted? Külföldről? Magyarországról? Nekem az első alkalmakkor külföldről mindig megjött, Magyarországról soha nem jött meg. Aha. Hát nem vicc. Fura. Hát igen, mert a végén mindig ott van a magyar posta. Tehát ez bárhonnan jön, belföldről, külföldről, a magyar posta azért belenyúl. A magyar posta is ott van, valóban, de például nem volt ugye kártyás fizetés lehetőség még nagyon, a legtöbb magyar ilyen online áruháznál, hanem ilyen ez az utánvétel. És akkor jön a postás, nem jön a postás, kéri a pénzt, nem kéri, postás inkább nem jön. Tehát ez a de mondjuk Hamburgból megjött 3 nap alatt. Uh-huh. Ez az én tapasztalatom. Igen. Na mindegy, erről beszélünk majd, illetve ma Horthy Gábor, és két érdekes módon a Bayernhez kötődik két érdekes téma. Az egyik, hogy nemrég volt egy meccs a Bayernnek, ahol valaki valamit elrontott, a lényeg az, hogy egyszerre egy időben egyszerre 12 Bayern játékos volt a pályán. 11 helyet ezt. Tengerbe vizet hordani. Ugye, mert amúgy se teljesített rosszul azon a meccsen a Bayern, de még azért kellett a 12. játékos valahogy. Egy pár másodpercig voltak 12-en a pályán, és felmerült, ugye, hogy egy olyan büntetést kapnak. A Német Labdarúgó Szövetség szerint, ha többen vannak a pályán, akkor automatikusan a másik csapat nyer 2-0-ra. Aha. De nem lett ez. Majd a Gábor elmondja. Illetve Robert Lewandowski, ugye a lengyel válogatott, illetve a Bayern kitűnő csatára, hát nagy bajban van, mert a Bayern nem mutat nagyon hajlandóságot, hogy leszerződjön vele újabb több évre, és most úgy néz ki, hogy a Barcelonához megy, amit én már múlt héten tudtam, csak a Gábort megleptem vele. Igen. Most alá fog írni, ugye? Igen mondott, ez a lényeg. Még a Gábor még azt mondja, hogy ez nem teljesen lefutott, mert van még egy csapat a képben, de ezt majd... Én megint elővet a múlt heti híri. Nem tudom, részletezni fogja. Reméljük, azt mondta, mert azt akkor se értettük. Lesznek új infóink. Jövünk a tegnapi nap legjobb pillanataival, és ez ugye a szülőszobán a PlayStation TikTok története volt. Igen, és rác bevitte a PlayStation, mert a vajudás az bizony egy nagyon hosszú dolog, és arról beszélgettünk, hogy mi hogyan oldjuk meg ezt a sok-sok órát. Bocsi, tudtad, hogy letartóztatták a szerelmedet, Szólót. Igen, tudom. Mi történt? Hát elment vásárolni a gyerekeivel hátul, picit berugott közben. És elaludta a volán mögött, és járt a motor. És a rendőrök irángatták az autóból, és elvitték Hope-ot, és most azzal vádolják, hogy gyermekveszélyeztetés. De hát üresbe volt az autó. Ja, hát akkor. De tényleg, drága Hope-szóló, Istenem. De részegen ment vásárolni, vagy már nem ott tudom, ott hogy hol hívott be ez. Erről nem szól a sztori. Lehet, a boltban vett valamit, és nem bírta hazáig. De a pénztárig nem bírta. Ráborult a kormányra. Hope-szóló, a híres kapuslány. A híres kapuslány, miközben hátul a kis szóló gyerekek. Ott voltak. Jack és Han. Hogy dörömbölték fel, hogy aludt a kormányon. Anya, lepihen egy picit, addig nyomkodjátok a telefon. Ne tessék elvinni anyát, máskor is szokott ilyen lenni. Segített. De neki volt már rendőrségi, ugye volt verekedése, meg nem tudom micsoda. Tényleg egy csodálatos nő. Ha-ho, nekem a Laci muziában kell egy bársonyszék. Mondd, Laci, mondd. Már a kóla csipsz a kezemben, pöpi a hentes. Igen, hát az én mozimról néhányan kijönnek még a főcím alatt. De... Azt elhiszem. De szép a betűtípus. Azt elhiszem. Így van, te így a magyar mozik Weinsteine vagy. Igen. Sőt. Pénzt nem keresel veled, azért fejedben ott van a produkció. Igen. Pénzt nem. Hogy lehettek ekkora hülyék, barmok sírva rög a korán reggel Volvos Tibi, aztán bevallom, Frédi Béniből Irmát lefűztem volna. Irma jobb volt, mint a Vilma egyébként, ez igaz. Irma a fekete hajú? A nem. Köpcsösnek a... De ő volt a szomszéd, de. Ő de. A szomszéd volt a jobb csaj. Igen. A másik volt, az picit ilyen csehszlovák frizurája volt. Igen. De hogy is. Igen, de. Vilma a korához képest jól nézett ki. Nem, jó alakja volt, de a frizura az csehszlovák volt. 60-as évek. Gabi bátyám, már 3-an vagyunk, Belt tolnám Záhonyig.
aztán Las Vegas-szal kapcsolatban Ricardo azért elég vad, lásd súlyi ünneplés, az nem tudom mi, ha dobogón van. Egyébként én Vegasnak nem örülök, egyrészt szombat esti futam lesz, másrészt pedig már pedzegetik, hogy Monaco többek között emiatt a futam miatt is kikophat, mert szűk a pálya, unalmas a verseny. Jidda, Szingapur, Abu Dhabi, Azerbajdzsán részemről előbb kieshetne, mint Monaco, hiába unalmas, nagyobb a presztízse, mint az előbb felsorolt futamoknak üzeni. Ati nem fog szerintem Monaco kiesni, pont emiatt, amit mondasz, mert olyan hagyománya van, hogy az az egy, az biztos, hogy akár mi nem történik a pályán, de azért azt megtartják. Hát igen, hogy a Vegasban jól érzik magukat, akkor Monacóban se biztos, hogy rosszul egyébként. Tehát, hogy... De nem azért, hanem azért, mert az tényleg a helyszín az maga. Halleluja, Istennek délutános vagyok, de fel kell kelnem veletek, hogy jól induljon a nap. A dögös nyúl hatalmas volt, visítottam a rögéstő Petya Sopronból. Köszi szépen. Laci, mi van nálad? Nálam van egy felmérés, azt hiszem Angliában végezték ezt el. 5-ből 3 ember bevallotta, hogy ő kamuzik az anyagi helyzetéről a neten, a közösségi médiában. A neten? A netennek szokták írni a... Hát anyagi helyzetüket az emberek? Hát nem kiírják, hogy gyerekek, most ennyi van a számlámon. Hát akkor mi? De úgy megmutatják, hogy miük van. Az emberek szeretik megmutatni, hogy most nyaralás van, most autó van, na most jó, ez van, most de amaz hát van. Tartós bérletes autó, meg nem tudom, bérelt lakás, az ugyanúgy néz ki, mint a megvett autó és a megvett lakás. Hát igen, de hogyha ezt nem írod hozzá, akkor azért nem merik megkérdezni. De úgy mutatni azt szeretik az emberek. Na de a lényeg az, hogy kamuzik, tehát hogyha körülnéznél te mondjuk a közösségi médiában, akkor tudhatnád, hogy 5-ből 3 ismerős valószínűleg nem áll úgy, ahogy ő mutatja ezt a dolgot. Uh-huh. És az emberek ezek még azt is megkérdezték, hogy ez a pénzről beszélés, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy tabu téma, és az embereknek a 60%-a körülbelül azt mondja, hogy ez abszolút nem. Amiben csak az az érdekes, hogy 40 viszont igen. Hogy tabu. 60% azt mondja, hogy tabu, és értem. 40 viszont az, szerintem az elég sok, aki azt mondja, hogy nem, a pénzről az simán lehet beszélni, ami nekem nagyon fura. Sőt, van az a kategória, aki kifejezetten kényszert érez, hogy minden körülmények között bizonygassa, hogy neki sok van. Tehát azért hát azt sem felejtsd el. Sok van, igen, az szereti bizonygatni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye, hogy az emberek nem szívesen beszélnek a pénzről, ezt mondhatja ez a statisztika. Azt hiszem, hogy mi is így van ezzel, nem nagyon. Tehát jó, most mi nagyjából tudjuk, mert egy cégben meg minden, de hogy... Te vagy a főnökünk, persze. Igen, te vagy a főnökünk, és de nem, azért, nem tudod gyakran a legjobb barátodról konkrétan mennyit keres, kollégákról nem tud mennyit keres, stb. Családtagokról nem tudod. De szerintem ez azért is van, mert az ember, ahogy ti is mondtátok, tehát hogy beskatujázzák a vagyona vagy a pénzügyi helyzete alapján beskatujázzák valahova a társadalomban. Tehát te nem akarsz kevesebb lenni. Van, aki, ahogy ti is mondtátok, szeretne többnek tűnni, mint amilyen van. Hát szerintem ebből sok van. És ezért van ez, hogy nagy hallgatás van és cipzár a szájon, mert nem akarod azt, hogy egy olyan skatujába kerülj, ahol nem akarsz lenni. Igen, biztos, hogy máshogy viselkednek az emberrel. Ha tudják, hogy nincs pénze, vagy nem nagyon, vagy van pénze, meg egész másképp, hogyha van pénze. Hogyne, hát akkor is, hogyha azt gondolják, hogy sok pénze van valakinek, az is teljesen más irány, és akkor igen, már mások az elvárások is az illetővel szemben. Tehát akkor már legyen gálás, legyen nagyvonalú, ne szűkölködjön. Nem ellenkezője, hogy te is szeretnél fizetni az ő jelenlétében? Nem. Nem? Az ember olyankor érdekes, sokkal hosszabban keresi a pénztárcáját, amikor tudja, hogy ott van az asztalnál egy gazdag ember. Én nem tudom. Én például nekem van régről egy ismerősem, aki milliárdos. És én többször vacsiztam vele, és nagyon sokszor mondtam azt, hogy én szeretnék fizetni. Ó, mert az ember elkezd kompenzálni. Igen, elkezd ezt kompenzálni. És ő tök jó fej, mert hagyta és elfogadta. Tehát, nem akarom, hogy ne kerek számla jöjjön az SMS-ben, amikor kapod. Majd inkább én fizetek. Ne legyen az kevesebb. Nem. Szerintem tehát ez fontos, és nem kompenzálsz igazán, hanem akkor így érzed jól magad. De az a nagy baj, hogy például a nagyon gazdag előtte megilletődsz? Nem, szerintem nem. Akkor miért nyaltad Dirk Rossmann fenekét? Mert ez volt a dolgom. Azon kívül kifizette. Semmi köze nem volt a megilletődéshez. Azt csinálok Rossmannról, amit akarok, ha rendesen kifizeti. Igen. Miért ti megilletődtök? Nem, nem illetődöm meg. Rossmann úrtól. Te mit? Is. El voltál olvadról. Mert egy nagyon szimpatikus figura. Tehát Rossmann úr egy nagyon szimpatikus, értelmes figura. Tényleg megdolgozott a pénzért. Azt sem, tehát ezt nagyon-nagyon becsülöm. Igen. És ettől, a történettől, az élettörténettől meg voltam illetődve. Uh-huh. A vagyonától nem, mert úgyis úgyse ad. Legalábbis eddig.
De hogyha a Rossmann Management úgy gondolja, hogy ezt az üzenetet továbbítaná Dirknek, akkor... akkor nem szégyellem. Nem szégyellem elfogadni. Szeretnék. Kisebb ám, de nem sértő összeg, igen. Ezen a nem létező megilletődésen egyébként lehetne a Bocskor úrnál csökkenteni. Nyilván Rossmann úr. Na mindegy, hagyjuk is ezt a dolgot. És még egy érdekes része volt, hogy egyrészt ugye az ágyban is gondot okoz ez az anyagi helyzet. Itt az alvásra gondot. A potenciál, ja. De nem, egyébként egy rövid kitétel volt a cikkben arról, hogy hát és abban is. Igen. Tudom. Tehát olyan potenciálban, hogy nem, hát nyilván nem olyan magabiztos az, aki tudja, hogy egyébként nem tudom, majd a hitelkártyájára fizetnie kell. Hát holnap, a napi stressz, hogyha eladósodsz, meg igen. Minden, az igen, az nagyon igen. És nagyon sokan fölébrednek. Háromból két ember azt mondja, hogy álmatlanul alszik a félelmei miatt, hogy nem tart ott, ahol tartania kéne. Tehát van egy elvárás, hogy hol kéne tartanom a pénzzel, de én nem tartok ott. Igen. És ebben meg szerintem nagyon hibás a közösségi média. Szerinted, Gyuri, ezért... melyikünk riad fel többször éjszaka, hogy nem tart ott, ahol kéne? Hát te biztos nem. De, hogy nem. Te olyan jól alszol. Nem alszom jól. Te mosolyal az arcodon alszol. De te izzadtan ébredsz? Szoktam. Hol a pénz? És ezt üvöltem, hol a pénz? Ja, bocs, Anna, az meg alszik. Az meg alszik, nyugodtan mosolyal az arcán. És egyébként az embereket annyira zavarja a pénzügyi helyzetnek a rendezetlensége, hogy megkérdezték őket, hogy milyen rosszabb dolgot választanának annál, mint hogy így a pénzzel gondjuk legyen. 30%-uk azt mondta, hogy inkább horrorfilmeket nézne folyamatosan, mint hogy pénzügyi gondjai lennének. Hát ezt én is bevállalnám. Ne legyen pénzügyi gondom, csak nézem a horrorfilmet. Megnézek jó. Négy addig részt. Addig se költesz azért. Hát a torrentről van, igen. 28% a gondolatait elcserélnék 2 órás dugóban állásra, inkább, mint hogy a pénzügyi gondok. És 27% azt mondja, hogy inkább beszélne nyilvánosan nagy tömeg előtt. De mert attól parázik, inkább, mint a pénzügyi gondok? Azt mondja, hát igen, mert az egy nagy para, de még akkor is inkább azt választaná, mint hogy ilyen pénzügyi gondok legyenek, és fölébredjen 3-szor egy éjszaka. Én szerintem a Gyuri a legkisimultabb. Hát nem költ. Tehát érted, a Gyuri kereshet rosszul, kereshet jól. Hát ha nem költ, az csak plusz. Én pontosan. Hát, de azért szeretem a jólból nem költeni, az azért szögezzük le. A Gyuri... pluszban vagy állandóan, nem tudsz mínuszba kerülni, mert a költés nem ismered. A kiadás, neked csak bevétel van. Igen. A legkomolyabb cég a világon. Irigyeltek. A Gyuri. Gyuri Kft. Igen. BT és beltag. Igen, Gyuri ki tud jönni ugye egy boltba, hogy több pénz van a számláján, mint amikor bement. Sokat kell érte gyakorolni, de megy, tud menni. Így van. Amikor régi dezodorjait eladja a Rossmannban. Jó, az, hogy akkor látom, hogy bemész a nejlon szatyorra, és a pénztárost megkérdezi, ennél van itt egy-két dolog, nem tudom érdekelni önöket. Ebben még olyan 70%-nyi van. Nem kérdezem meg, csak visszateszem a polcra. Nem, hát kell tudniuk. Na jó, oké, köszi Laci, köszi mindenkinek, jövünk vissza, és formaegyezünk egy picit még hozzá, nem is az idei, hanem a jövő évi tervekről fogunk beszélni, egészen konkrétan a Las Vegas-i futamról, mert hogy Las Vegasban először rendeznek versenyt 2023-ban, uh-huh. És ettől, és ezért kell erről beszélünk, ettől baromi izgatottak a versenyzők. De nem az, hogy úristen, ki lesz a világbajnok Las Vegasban, vagy nem tudom mi, ki lesz a pole pozíció, hanem az, hogy mennyire be fognak rúgni, mennyi pénzt fognak költeni, hogy ott legalább 2 hét szabit kéne utána kapniuk, hogy fog reggel fölkelni, tehát ezeket nyilatkozták a Forma 1-es pilóták. Uh-huh. Mert hogy ez egy új futam, én azon sem lennék meglepődve egyébként, hogy a Forma 1 központból kiküldték volna nekik ezeket a kis nyilatkozatokat, hogy nyilatkozzátok ezt, hogy olyan izgalmasnak tűnjön, hogy jó, ezért hívjuk Szújó Zolit, hogy elmondja, hogy mi van itt. Először is mennyire fegyelmezettek ezek a pilóták, vagy fegyelmezetlenek? Hát a fene tudja, aztán a másik, hogyha egy ilyen új pályát bevezetnek, az hogy lehet begyakorolni? Az összes pályát már nagyjából ismerik, hogy ilyenkor mi történik? Elmennek külön egy privát útra, beülnek egy bérautóba, és akkor ott végignyomják az útvonalat, megjegyzik a kanyarokat, vagy már arra készül egy szimulátor program. Ne legyen véleményed, hát te rádiós vagy. Ja, ne, ne. Nem, te most civilként beleszólt. A Google Maps-en végig megy, ezt tudja. Ennyi a véleményem. Oké, szerintem... Nincs több. Gyuri, írja már szújjanak egy SMS-t, hogy mégse kell. Megvan a megoldás. Megvan a megoldás. 7 óra 9 perc van, jó reggelt, és sziasztok. Már ilyen formagyar sem mondtam, van. Jó reggelt, hello Laci. Hello, sziasztok. Hello, Gyuri. Jó reggelt. Hello. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Írják azt, hogy kedves Anett, én nagyon szívesen elveszlek feleségül, mosok, főzök, takarítok, Dávid.
De jó fej vagy. Nagyon jó fej vagy, de Dávid, de meg mindenki. Nem férjet keres. Nem úgy van ez, hogy most már végre valaki jöjjön, és akkor pont egy... Tehát, hogy nem? Tehát nem erről szól, nem hirdetést adott fel, hanem neki ez tervei között szerepel. Igen. És majd rátalál, ha rátalál. Ennyi. És te ebben mindig segítesz. És ebben mindig segítek, pontosan. Igen. Drága Háder úr, a csaj nyullal mindent vittél, ez a nap a tiéd, Jóci, a hajószigetelő. Köszönöm, és hogy egyetértesz velem, mert ebből azt vettem ki, hogy egyetértesz. Abszolút egyetért szerintem. És ha lenne még 7 dolgozója szavazás, már most Anettnek adnám, és még csak kedv van. Mi lesz még itt? Üzeni a nagykozári fuvaros. Köszönöm. Könyvelőként csak fogom a fejem, ha az ügyfeleimet nézem a Facebookon, Judit a tanyáról. Tehát, hogy mit vetít, hogy mennyi pénze van. Igen. Na, halleluja mindenkinek, örömmel hallom a terveket az Európa turnéról, kedveské, én megbeszéltem a lányommal, hogy tudnánk segíteni. Ő projektmenedzser, asszisztent a rotterdami önkormányzatnál. Amiben tud segíteni, az a terület, foglalási engedélyek, közterületválasztás, árambiztosítás, stb. Amennyiben szükséges, itt az e-mail címe, le van írva. Üdv Attila és Dóra Rotterdamból. Köszönjük, és mindjárt kiírom a számotokat, aztán meg lesz, amikor eljön az idő, akkor keresünk. Köszönjük, őszre tervezzük ezt, és majd beszélünk erről egyre többet. Jó, na, a Forma 1-es szezon elkezdődött, egyébként alig, mert azt hiszem, hogy két futam volt talán, és már is a 2023-as tervekről szólnak a hírek, mert egy pályával, egy versennyel bővül, nem tudom, hogy a másikon lejött, az oroszokat kivették? Igen. Az oroszokat kivették, tehát egyel bővül, és hát ez gyakorlatilag a harmadik amerikai futam lesz, méghozzá a Las Vegas-i, és ez a legizgalmasabb nap. Wow. Igen. Na, Las Vegas-i futam, és eleinte azt hittük, hogy persze kiviszik a sivatagba, építenek gyorsan az amcsik egy pályát, azt hello, de nem. Itt látszik most, mi nézzük egy monitoron, hogy gyakorlatilag a Las Vegas belvárosában megy végig ez a pálya. Tehát gyakorlatilag, ha mondjuk én a Caesars Palace-ban lakom, és aznap ki kell mennem vasárnap a reptérre, nem tudok kimenni, mert a Vettel ott megy. Igen, te belül vagy. Én belül vagyok, a körön belül. Igen. Hát azért én is megnézném azt, hogy a rakás legénybúcsús másnapost hogy fogják majd bent tartani így körön belül, amikor ezek is szétáradnak. Amikor szépen átsétálnak a pályán, hogy ők pedig mennek a reptérre. Plusz a kocsidat elveszik safety kárnak. Zombi támadás szerte a városban, ezt nem tudom. Vagy ugyanúgy megérkezel, nem tudom, 14:30-kor leszállsz, mondod az Ubernek, hogy na akkor a Bellagio, és ott állsz kin, és nem tudsz bemenni, mert éppen Forma 1 van. Meg lesz bolondulva a víz. Na mindegy, de ez nekünk furcsa, a pilótáknak viszont valami óriási örömhír, tényleg képzeljétek el, hogy minden pilóta úgy fogadta a hírt, mint hogyha legénybúcsúra hívták volna őket. Mondok egy pár idézetet. Na. Lewis Hamilton azt mondta, tudva, hogy ez egy igazi buliváros, nehéz lesz autóversenyzőként. Mégis hogyan fogok koncentrálni azon a hétvégén? Annyi minden fog történni, igazi hardcore esemény lesz. Azt a mindenit. Várjál, Sebastian Vettel azt mondja, biztosra veszem, hogy egyes versenyzők el fognak költeni némi pénzt a kaszinókban, majd megpróbálják visszanyerni vasárnap. Valtteri Bottas azt mondja, egyszer voltam Vegasban, akkor távozáskor megfogadtam soha többet. De most visszatérek. Valószínűleg jobban kell majd viselkednem, mint legutóbb. Hát ezek vadállatok. Max Verstappen. Nem lehet dupla hétvége ennél. Adjanak 2 hetet előtte és utána is. Nevezhetjük ezt akár detox hétnek is. Tehát ő már abszolút készül a berúgása. Ricardo azt mondta, vissza akartam vonulni, de már nem akarok. Hát nagyon úgy fest, hogy itt féktelen bulizásra készülnek a pilóták, és amúgy is izgalmasnak ígérkezik, tényleg ez a harmadik amerikai nagydíj, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy maga a helyszín mennyire tud belezavarni a versenyzők életébe. Mennyire fegyelmezettek, vagy fegyelmezetlenek ezek a versenyzők, de hát ugye ki az, aki a kulisszák mögé beszagolhatott már jó párszor, és ezt még Bernie Ecclestone is engedte, és egy ajánlással el is ismerte, ugye, az ő könyvéhez itt van velünk a Forma 1 nagy mestere, Szújó Zoli. Szia Zoli, jó reggelt, hello! Viva Las Vegas, sziasztok, Viva jó Las reggelt. Vegas, szia! Hello, na, hát ezek hát azért... Izgalmas lesz, nagyon komoly kijelentések ezek itt a pilótáktól. Mindenkiből kijött a gyerek, ahogy te is mondod, de egyébként képzeljétek el, hogy nem tudom milyen megfontolásból, de nem is vasárnapra tervezik a futamot, hanem szombatra,
lehet, hogy már előrelátóak a Forma 1 szervezői, hogy akkor vasárnap mindenki egy kicsit ki tudja pihenni az előző esti fáradalmat. Ráadásul szombat esti futam lesz, nincs még pontos időpontja. Azt rebesgetik, hogy hálaadás környékén, tehát ilyen Black Friday környékén lesz az ugye novemberi időpont, és szombat esti verseny lesz, tehát szombaton esti, mint ami helyi idő szerint 10-kor a kivilágított belvárosban a stripen elindulnak, 6 kilométer a pálya, megjöttek már az első pályarajzok, nagyjából 6 kilométer, és piszok gyorsnak ígérkezik. Mert hogy egy hatalmas egyenes van itt, látom itt a szállodasoron. Igen, az maga a strip, az a nagyon híres az a egyenes útszakasz, Las Vegasban, igen, és gyakorlatilag ott most az előzetes számítások szerint ilyen 330-340 km/h fognak elszágulni Vettelék. Azért ez egy jó dolog, nagyon-nagyon próbálkozik, és nem csak próbálkozik, hanem nagyon aktív a Liberty Media, ugye amerikai kézben van a Forma 1, ez fontos tudni, és hogy bocsi, te is mondtad, hogy van most hogy az Austin-i texasi verseny, idén bemutatkozik a Miami verseny, szintén félig meddig utcai pályán, és emellé jön majd 2023-ban Vegas, tehát három amerikai nagydíj lesz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes iránya a Forma 1-nek. Látszik, hogy most komolyan veszik, hogy meghódítsák az amerikai piacot. Mert igen, mert hogy ezzel mindig küszködtek, és én mondjuk rácsodálkoztam arra, hogy most mondod, hogy amerikai kézben van a Forma 1, mint cég, de valóban, tehát szerte a világon iszonyatos népszerűt, és az amerikaiaknak szerintem azért talán, mert annyi autóversenyük van saját jogon, hogy ez nekik egy ilyen kis egzotikus kis mellék valami. Most ha gonoszkodni akarnánk, akkor mondhatnánk, hogy nem értik azt, hogy van, lehet másfele is kanyarodni, vagy kanyargós pályán menni, mert hogy Kovács pályán versenyeznek négy darabbal vagy jobb kanyarral, esetenként háromszor, aztán kicsit nehéz ezt már megérteni, de ez nem igaz, mert az indikárban is mennek úgynevezett ilyen road course-okon, tehát olyan pályákon, ami kanyarok. Minden esetre ugye volt már Vegasban nagy díj, 1981-ben és 82-ben, pont a Caesars Palace parkolójában, hangsúlyozom, tehát nem lódítás, a parkolóban csinálták meg a pályát, mindenki örjöngött, meleg volt, nem volt lehetett rendesen lepakolni a cuccokat, minden bajuk volt. Nem tudott gyökeret ereszteni a Forma 1 Amerikában, ugye volt Indianapolis sokáig, akkor volt az a 2005-ös amerikai nagydíj, amin csak 5 autó vagy 6 autó volt ott a gumibotrány miatt, tehát mind rossz csillagzat alatt született ez a Forma 1 és amerikai házasság, hát most úgy tűnik, hogy a Liberty komolyan gondolja. Te, Zoli, egy picit a Forma 1 ilyen belül most térjünk vissza a pilótákra, mert itt ugye azért, amiket itt nyilatkoztak, nyilván volt benne némi humor, de azért Kimi Räikkönent ismerve, aki a nem tudom melyik budapesti szállod a recepcióban hagyta a finlandiás üveget, amikor hajnalban hazatért. Ezt egy recepciós mesélte, hogy megtartotta, onnan tudjuk. Tehát, hogy azért ők is tudnak ereszdel a hajamszerűen viselkedni. Igen. Neked mi a tapasztalatod? Ők fegyelmezettek-e? Van-e valami felügyelőjük, aki azt mondja, hogy nem, Louis, most már hazamegyünk? Vagy nem, Max, most már gyere, megyünk a szállodába aludni, mert este 10-kor verseny van. Tehát van-e felügyelőjük, vagy ők teljesen ilyen önálló jogon rockstárkodnak, akár Las Vegasban? Hát azt előgyelőjük azok a több száz oldalas szerződések, aminek muszáj elolvasni az apró betűs részleteit. Hát de néhány gin tonic után nem tud elolvasni. Hát ez az. Biztos, hogy le fognak lazulni, és tényleg kijött belőlük az öröm. Az az igazság, hogy amikor 2002-ben elkezdtem utazni a Forma 1-jel, akkor bizony még voltak ilyen nagy bulik, aztán ezek szépen lassan megszűntek, egész egyszerűen annyi pénz lett a sportágban, annyira profi versenyzővé, meg sportolóvá váltak ezek az emberek, hogy egy kicsit ilyen szempontból talán savanyúbbak is lettek, de egyébként attól nincs kétségem, hogy megpróbálják magukat a lehetőségekhez mérten jól érezni, és képzeljétek el, hogy annak idején például, amikor először mentek monakói nagydíjra a pilóták, ugye gyakorlatilag hasonló volt a helyzet, egy kaszinóváros, kaszinóval, tengerparttal, jó érzésekkel, hagyományosan azért lett csütörtökön a monakói nagydíj első két szabad edzése, mert aztán hagyták a pilótákat este elmenni szórakozni, rulettezni, Jackie Stewartékat, meg Graham Hilléket, és aztán pénteken macskajaj volt, és mindenki pihengetett a tengerparton, hogy aztán szombaton újra bejönnek az autóba. És tehát, ugye, biztos, hát akkor véletlenül ez az oka itt is a szombati versenynapnak. Hát igen. Hogy gondolj egyértelmű. Bele, este lemegy a verseny, lesz három dobogós, pezsgőznek egyet a nem tudom, a Bellagio előtt fölállított dobogón, és aztán mindenki mehet az éjszakába rulettezni, meg pókerezni, és simán benne van a pakliban, de egyébként kicsit nyilván rájátszottak a versenyzők, a promoter pont ezt akarja hallani, meg ezt akarja látni, hogy legyen egy ilyen hírverés körülötte. Az a helyzet egyébként, hogy lehet, hogy például amit lehet tudni, hogy
a Liberty Media, tehát a formai tulajdonosa, nem is bíbelődött az úgynevezett promóternek a megtalálása, hogy ki lesz a versenyszervező, ki járulja a jegyeket, így is tovább, és így tovább. Nem érdekel őket. Megcsináljuk mi, a lényeg, hogy legyenek ilyen reklámszerű eseményei a formaidnek. Bármi áron, de csináljunk hírverést Amerikában a formai körül, és ez most egy ilyen vegaszi esti futam képében valósul meg. Szerintem egyébként baromi jó ötletnek, egyáltalán nincs ezzel bajom. Nagyon izgalmas a kísérlet. Hát igen, egyébként a reklám értéke akkor fog nőni, amikor ezek a pilóták ott is sztárokká válnak. Tehát itt a karaktereket kell tudni eladni, ezért nem olyan nagy baj, hogyha mondjuk Hamilton berúg a Bellagio-ban. De apropó berúgás, és apropó Kimi annak idején, lehet-e másnaposan vezetni Forma 1-es autót? Van-e például szondázás? Nem viccelek, van-e például szondáztatás? Amikor bemennek, vagy... Szórópróbaszerűen egyébként lehet, de nyilván nem csinálják meg. Azt pontosan tudom, hogy egyszer nem másnaposságban, nem gyomorrontás miatt, de Mark Webber belehányt a sisakjába. Tehát volt olyan Forma 1-es futam, igen, amikor sajnos belemondta a rádióba, a csapat gyerekek, nagyon rosszul vagyok, hisz itt valami vissza fog jönni, és a mondatot már nem tudta befejezni, mert érkezett is, aminek kellett. Úgyhogy az mondjuk viszonylag kellemetlen. Hát nézd, azért itt, te tudod a G-erőket, itt azért 3-4-5G-s oldal erőhatásokról beszélünk, az szerintem kellemetlen, és pont Pierre Gasly-nak volt egy nagyon érdekes esete a legutóbbi Szaúd-arábiai nagydíjon, az utolsó 11 néhány kört azt mondta, hogy fordított a fájdalomtól, mert elkezdett fájni a gyomra. Nem lehet tudni, hogy miért, nyilván nem ment kivizsgálásra, de azt mondta, hogy ordítani tudott volna a fájdalomtól. Tehát nem gondolnám, hogy nagyon kellemes lehet, de hát erről egyébként nyilván Kimi Räikkönent kellene megkérdezni, aki egyébként életeik legjobb futamát akkor nyújtotta, amikor ugye két héten keresztül a világban kalandozott, nem volt meg, csak, és halványan maradtak meg az emlékei a haverokkal lenyomott túráról, és utána visszaérkezett másnaposan, és élet egyik legjobb versenyt csinálta meg, tehát neki ebben nyilván van rutinja, de nem hiszem, ráadásul ugye ezért ez egy viszonylag nehéz pályának tűnik, már a pályarajzok megjelentek, 14 kanyar, mondom, hosszú a pálya, azért ott melózni kell fizikailag is, és hát nem szerencsés szerintem hát másnaposan. Csak hogy, igen, amikor van egy ilyen új pálya, akkor ezt ilyen faxon kiküldik a pilótáknak, meg az istállóknak, hogy akkor nagyjából erre készül. Magyarán hogy tudnak felkészülni arra, mert ez egy tök új pálya. Hát így van, képzeljétek el, hogy most gyorsan utána kerestem az interneten, már az első szimulációkat bizonyos ilyen szimulátorgyártó cégek megcsinálták, tehát már most 2023-as futamról beszélünk, és már halvány elképzelésünk van arról, hogy milyen lehet a pálya, és nyilván ahogyan közeledik a nagydíj időpontja, ezek a szimulációk egyre profibbak lesznek, hogy felkészüljenek a pilóták, de egyébként ne legyenek illúzióik, ők tényleg Forma 1-es versenyzők, a világ legjobb autóversenyzői, 3 kör, gyerekek, 3 kör, és pontosan tudja, hogy merre megy a pálya. Az már más kérdés, itt megtanulják nagyon gyorsan, az már más kérdés, hogy ezeket az apró nüanszokat, ezeket az apró viszonyítási pontokat, hogy mit tudom én, a Caesars Palace erbetűjénél kell fékezni, hogyha hát jól sikerül a kigyorsítás. Ez kéne, így van, ezt kéne memorizálni másnaposan. Ez azért nagyon nehéz. Jaj, az R-nél vagy a C-nél kell fékezni? Hát én ugyanez vagyok. Én, mit tudom, Török Bálint és Budaörs között próbálom a kátyukat megjegyezni. Ja, azt hittem, hogy az osannak a C-betűjénél fékezni. És másnaposan ráadásul. Iszonyat nehéz. Nem, hülyeskedek, nem másnaposan, de tényleg. Na, de igen, ezek a szimulátorok egyébként egyre jobbak, de ezek szerint valóban ez az ő első, hogy is mondjam, gyakorlásuk, nem? Az első szabad edzés. Mert az apró nüanszokat még oly fejlett szimulátorokkal sem tudják tökéletesen visszaadni. Megtanulják a pálya vonalvezetését, hogy mikor megy jobbra, meg balra a pálya. Érdekes egyébként a vonalvezetés, és mondom, ez a hosszú egyenes, ez a strip, ez nagyon vagány, mert ez egy gyors pálya lesz, arra föl lehet készülni, de azok az apró nüanszok, és ugye ezért szoktak kisétálni csütörtökön, pénteken a pilóták a mérnökeikkel, konkrétan megnézik a rázókövet a saját szemükkel, rágurulnak a rollerükkel, a biciklivel, kicsit ott megnézik közelről, ezeket csak ott lehet megismerni, és akkor itt jön egyébként képbe az, hogy ki milyen gyorsan tanulja meg ezeket az apró finomságokat, és ott akár még kis túlzással, de a papírforma is borulhat, mert vannak olyan pilóták, akiknek ez a képességük még jobb, vagy még bátrabbak, mondjuk egy Verstappen még jobban elmeri engedni az autót, egy 5 km/h gyorsabban be tud menni egy kanyarba. Szóval ez alapvetően izgalmassá teszi, mint minden új helyszín, de azért Las Vegasban tényleg azon a helyszínen ikonikus helyeken versenyezni, ez egy óriási reklámja lesz a Forma 1-nek, nem csak Amerikában, de nyilván ott is, meg az egész világon. Igen, utolsó
kérdés, Zoli, hogy ugye a pilótáknál sokszor lehet olvasni, persze nyilván, amikor egy-egy országba elmennek, akkor benyalnak annak az országnak, hogy hú, nagyon szeretek itt lenni, de mégis azért a hosszú-hosszú évek vagy évtizedek során ki szokott alakulni az, hogy melyik pilótának mik a kedvenc helyei. Tehát itt vannak azért főleg, amik városokhoz köthetők, Melbourne, Budapest, mit tudom én, micsoda. Tudsz-e erről bármelyik pilótával kapcsolatban, hogy melyek a kedvenc városok? Nyilván Las Vegas az egyik kedvencé fog válni majd. Igen. Biztos, hogy szeretni fogják. Képzeljétek el, annak idején például Felipe Massa nagyon jól ment Törökországban, az Isztambul parkban, ami már nincs benne a Forma 1-es naptárban, pedig egy piszok jó pálya egyébként. És ezt én feltettem neki a kérdés, hogy de mitől van ez? És azt mondta, figyelj, ha tudnám, akkor nyilván megmondanám, de hidd el, hogy nem tudom, egyszerűen jól érzem magam ezen a helyszínen, szeretek itt lenni, valahogy ismerem, jól ismerem a kanyarokat, meg jól érzem az egész pályán magamat. Tehát alapvetően ezek a kötődések kialakulnak egy-egy pályával, és ilyen szempontból is egyébként érdekes, hogy majd ez kinek fog feküdni, meg most viccelődünk azon, hogy milyen jól fogják magukat érezni, és ez biztos így van. De azért ne felejtjétek, hogy ez mind zavaró tényező is. Tehát hogy ki hogyan tud fókuszálni abban a másfél órában, amikor tart a verseny, meg mondjuk az időmérő edzés egy órájában, hogy ki hogyan tudja ezeket a zavaró körülményeket kizárni a versenyautóban. Tehát ott van például az a cowboy, amelyiknek a karja, ugye így van világítva, és azért ahelyett, hogy a fékpontot néznéd az időmérő edzésen, de a cowboyt nézed, meg a wedding chapelt, ahol Elvis összeadhat a barátnőddel, vagy a barátoddal egy rosszul sikerült, vagy jól sikerült éjszakán. Tehát ezekről nyilván el kell, hogy terülődjön a figyelem, és alapvetően fókuszálniuk kell. Szóval vannak ilyen abszolút, vannak ilyen kedvencek, hogy sokszor a pilóták sem tudják megmagyarázni, de egész egyszerűen egy adott pálya vonal vezetése, meg maga a helyszín, az fekszik neki, és ott jól megy. Nagyon kérdezik, hogy kinek tetszik majd Las Vegas. Na jó van, hát nagyon, én is, hát egy év múlva majd kiderül, de mindenképpen izgalmas. Zoli, köszönjük, hogy elmondtad, köszönjük szépen. Hálásan köszönöm, hogy hívtatok, vigyázzatok magatokra. Te is, szia, Zoli! Hello! Izgé, én csak úgy kapkodnám a fejem. Mint egy turista, úgy vezetnék Forma 1-es autót. Ja, nézd oda, mutogatni. Lehet, hogy a harmadik körben már az integető kábolja elég unalmas. Igen, ma este Elton John fellép. És ma este is. És már be is húznád a kocsit a parkolóba. Igen. Közben üzenik, hogy a Szentendrei út Békástól kifelé teljesen bedugult, egyelőre nem látszik az oka. Oké, köszönjük szépen ezt az infót. Szóval... Én nem tudom, Las Vegas az tényleg nagyon... Nekünk ugye van egy közös ismerősünk, a drága jó papszi, aki gyakorlatilag elveszett Las Vegasban. Ó, hát évente kétszer kijár elveszni, hát persze. Igen, ezért járnak ki, hogy elvesztenek. Aztán nem véletlenül ott forgatták, vagy nem, ott játszódik a története a másnaposok, azt hiszem két filmének is. Tehát, hogy vannak azért veszélyes városok, és most... Ezt szeretném tőletek megkérdezni, hogy van-e olyan város, ahol tudod, hogy ott a kísértés és bűnbe esel? Budapest. Budapest? Persze. Milyen kis? Ja, te dobostorta, meg ilyenek. Ja, citromtorta, Straub Dezsővel. Segítsek neked. Igen. Körültön mindig nagyon elveszek Straub Dezsővel. Straub Dezsővel, akkor tudom, hogy nem szabad, mert minden, de az a citromtortának nem tudok ellenállni. Tehát erre gondolsz. Erre. Neked bocsi van? Nekem? Mondhatsz hármat is. Hát Pattajára már nem járok. Nem engednek már be, vagy mi? Nem, ez tényleg csak a bűnről szól. Tehát az, én ezt nem élveztem, teszem hozzá. Ha van már egy picit olyan, ez a nem tudom, hogy hol kötök ki. Ott ha van, beszippant és elvisz. És aztán ki tudja, hogy hol kelsz. Ott muszáj igen mondani mindenre. De figyelj, nem érdemes ellenkezni. És nem erőszak van, hanem jó kedv. Tényleg jó kedv van. Egyszer csak megjelenik egy zenekar, akkor a zenekar, jól érzed magad, akkor a zenekar, gyere velem, vagy gyere velünk, és nem tudom, oda mész, előkerül, a lépcsőházból lejön három nő, közben a szivaráros bevisz a kapuajba, hogy eladja neked a legjobb szivart, akkor mondod, hogy a szar szivar, akkor gyere vissza holnap, akkor már van egy barátod. Tehát, hogy és aztán nagyon nehéz néhány mojito után elmagyarázni a taxisnak, hogy hol laksz. Pláne a hölgyeknek. Hú, nagyon nehéz. Az ilyen havad. Ott nincs veszély, tehát ott az teljesen ilyen baráti alapon. Ez csak rád veszélyes, de mindenkinek van biztos. Igen.
Na mindegy, Gyuri, neked? Hát ami neked havonna, az nekem Pécs. Nagyjából. De a többi stimmel, amit leírtál. Ugyanez, csak Pécset, értelek. Jó, szóval drága hallgatók, mondjátok el, hogy melyik város, hát ez lehet persze ugyanúgy belföldi is, mint a Gyurié, de külföldiek még jobban izgatnak. Melyik város rád a legveszélyesebb, amikor mindig van kísértés, tudod, hogy bűnbe eshetsz, nem biztos, hogy fogsz, és mondd el, hogy miért pont az a város 0620-22-22-122. 3-4-8 lesz 3 perc múlva. Ú, jönnek a városok, amelyek bűnbe viszik a mi hallgatóinkat. Itt a nagy kérdés, hogy miért állunk dugóban a Békásmegyernél, és itt annyit írnak, hogy egy autó akadt el Békásmegyerről kifelé, közvetlen a Budapest végetábla előtti lámpánál, és ezért a hatalmas a... Hát ott azt hiszem két sáv van. Igen. Egy autó leáll, már gáz van? Hát igen, mert botrányos az a kereszteződés, meg még plusz ott betársul a hév a másik oldalon, aki kanyarodna, az ott nagyon be tud állni. Hát ezért, barátaim, ezért. Egy autó, azt nem lehet feltolni a járdára, vagy... Na mindegy, nem valószínű, igen. Nem tudom, mi van. Na, hát itt vannak a bűnbeesős városok. Egyértelműen Helyőpapi. 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 Az ott van a... Veszélyesen is hangzik a neve. Helyőpapi, az le kell jönni az M3-asról a kb. 150-es kilométernél. Uh-huh. Ki is van írva, hogy Helyőpapi. Így lehet megismerni, hogy itt lesz. Na hát ott azt mondja, a hörpibe mindig egy másik dimenzióba kerül az ember. Helyőpapi. Márta írja a Facebookon, hogy rám a mi városunk veszélyes, alig tudom megállni, hogy ne üljek biciklire, és suhanjak a Lidl felé, hogy két kormányt megpakolva, szatyrokkal inogva, egyensúlyozva menjek az úton. És ő azt mondja, hogy ez nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, de melyik hely ez? Rám, szerintem. Rám nevű település. Vagy azt, hogy Rám. Vagy azt, hogy rám nagyon veszélyes, de nem tudjuk, melyik település. Nem tudja, ez nem derül ki Mártától. De nem így értettük a veszélyt, hanem ahol kísértésbe eshetsz, bűnbe eshetsz. Tehát az, hogy veszélyesen bringázol, az a te hülyeséged. Figyelj, azért egy jó akció lehet vonzó. Igen. Na, őt próbáltuk hívni, nem vette fel a telefon Németországban. Sziasztok, Tokió veszélyes számomra, egyszer élveztem 2 napra. De azt hiszem, hogy aztán javított, hogy elvesztem. Nekem mindegy, hogy 2 napot élveztél, vagy elvesztél. Mindkét sztori érdekes. Mindkét sztori érdekes lett volna. Moszkvában pedig le is csuktak. Miller üzente. Valószínűleg azt is elveszte. Igen, Főni, Duisburg, Vulkánstrasse. Itt aztán az egész EU képviselteti magát. Inke, Ulmból, Vivien Ungárnból és Korina Romániából. Ezek a lányok beszippantanak rendesen, üzeni Imi Kecsó. Inke Ulmból. De... Vivien Ungárnból. Óriási ez a Vulkánstrasse, nagyon jó elnevezés. Vulkánstrasse. Olyan erupció lesz ma este, édesem, hogy megőrülsz. És Korina Romániából. Jó. Sziasztok, nekem Mostar. Mostar az Horvátország, ugye? Bosznia-Hercegovina. Bosznia-Hercegovina? Uh-huh. Igen. Mostar a legveszélyesebb. Buszsofőrként rengeteget voltam ott. Sokszor reggel azt sem tudtam, hol a busz. Nem tudtam úgy menni az utcára, hogy ne köszönjön rám valaki, üzeni apu. Bosznia-Hercegovina. Szép. Jaj. Akkor, sziasztok, nekem Köln volt a bűnös város. Nappal csak egy gyönyörű város, de éjjel annál izgalmasabb, Dória tűzoltó lány. Ó, vajon miért? Igen. Elveszetted az emberedet? Igen, elveszett Tamás, de mindjárt előkerül. Oké. Okay. Sziasztok, Tibor vagyok, nekem Hongkong volt életem legveszélyesebb városa. Minden évben kb. Egy hetet töltöttem ott, október végén egy világkiállítás kapcsán. A 3. évben fedeztem fel a Fenwick Street-et. Na, attól kezdve nem volt kérdés, hogy hova menjek. Isteni hely, javaslom minden kalandot kedvelő férfinak. Wow. Ó, én egyszer voltam Hongkongban, ha ezt tudom. Nem volt helyismeretem egyáltalán. Ezt tudom, hogy van Fenwick Street. Akkor lehet, hogy voltál ott. Fenwick Street? Nem tudom, hát... Este kísértésben vagy nem Hongkongban? Hát, de csak kaja ügyileg. Csak kaja. Akkor nem jártál. Akkor nem jártam a Fenwick Street. Nem. Sziasztok, Hamburg. Uh-huh. 2006-os foci VB idején a diszkóban konkrétan a rekesz sör volt a rendelési egység. Egy hozzá kötözött sörnyitóval. Állítólag jól éreztem magam. Igen. Na, Tamás van itt velünk, és neki Berlin. Oh. Berlin volt az a város. Szia Tamás, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia Tamás, na mesélj, ez egy éjszaka volt, amit itt szépen leírtál nekünk? Hát nagyjából igen, ugye mi egy kollégámmal voltunk, idegenforgalomban dolgozunk, és brazil csoportot vittünk ilyen európai turnéra, körútra,
És Berlinben voltunk két buszon, ugye két sofőr, volt velünk két brazil lány csoportkísérők, és akkor mivel másnap szabadnaposak voltunk, kitaláltuk, hogy este menjünk el mulizni, diszkóba, Berlinbe, és akkor egy Dante nevű szórakozó helyen kötöttünk ki, ahol aztán szépen beszippantott minket ott az éjszaka. Hát másnap szembesültünk csak a dolgokkal, hogy a lányok elmesélték, hogy mik voltak, úgy sikerült jól berúgni. A rózsárus hölgytől felvásároltuk az összes rózsát. Ó, az pedig gondolom Berlinben szállanként sem olcsó. Igen, hát a kollégám először egy-egy szállat vett a lányoknak, aztán én megvettem az egész kosárral, ha jól emlékszem, még a kosarat is. Másnap tele volt a szállodai szoba rózsaszirmokkal, meg már nem tudom még mivel. Aztán a vécés nénivel is jól jártunk, mert állítólag valami 10 eurónként jártunk kisülni. Nem volt aprunk, aztán már így próbáltuk neki, hogy ne is kell már turkálni a zsebünkbe, adtunk neki 10 eurót, hogy ha jövünk, akkor csak engedjen minket. Meg a koktélok is szépen fogytak. Hát a lányok jól érezték magukat, ugye hát tudtuk, hogy az egyik lánynak éppen esküvőre készül, aztán próbáltunk neki egy ilyen lány búcsút, vagy szokott lenni ilyen. Aha. És sikerült, tehát megszégyenítette otthon a brazil férjét? Hát reméljük, hogy sikerült útmutatást tartanunk neki, vagy bevezetni az európai. Tamás csak reméli, mert arra sem emlékszem. Sok mindenre nem. Ilyen, valóban nem emlékszünk. Tibit hívom reggel, hogy te figyelj már, te egyedül vagy a szobádban, vagy veled mi van? Aztán mondja, hogy várjál, mindjárt szétnézek. Aztán ő is mondja, hogy hát nem igazán emlékszik így a dolgokra. Nála is voltak maradványok, rózsamaradványok, hát körülbelül ennyi volt a tesztje. De a brazil lányok hol voltak reggel? Hát szerinted? Hát Tibinél nem. De nála is voltak. Most nála is volt. Így van. Mennyibe került? Összeszámoltad-e, Tamás? Hát, nekem 500 euró mínusz volt, azt tudom. Plusz a Tibi költségei. Akkor, hát ő is minuszolta magát szépen. Ezt mondom, hogy plusz. Azért. Így van. Tehát szerintem már közel 1000 eurót ott elcsaptunk gyorsan, egy ilyen 11 néhány évvel ezelőtt. Ez szép, az szép, jó. Nem? Hát azt a Gyuri, azt az összeget fel se ismeri, csak a párna alatt van. Igen? Ha kapom, akkor ismerem. Ja, meg ha kapja, igen. Gyorsan szorozd be 380-nal. Hát ma már igen. Na jó, van, oké, hát Tamás, óriási éjszaka volt ez Berlinben. Köszönjük szépen. Igen, köszönöm én is nektek, szép napot. Neked is, ciao, szia, hello. Na, ez ilyen Berlin. Ilyen Berlin. Gyorsan hullatják a szirmokat a rózsák. Nem tartósak ezek. Úristen. Na, hangcsapda következik még, és... Hungary Machine, bocsánat. A Hungary Machine? Az. Tisztázzuk ezt. Igen, Hungary Machine. Hangú, ennyit írtál ki. Hangú jön. Hangu. Jön a hangú. Hangut és ez jó játszani. A csapdára is, meg a Hungary-re is. Na mindegy, tudjátok, az a Google-os jön. Az a izé jön most. Tudjátok a dalszöveges cucc. 0620-22-22-122. Hungary Machine. Mm-hmm. Hunga, vagy hangú, vagy mit írtál ki? Hangú. 8 óra ez, 7 perc múlva. Még vannak városok, ezt nézd, Gyuri, ez lehet, hogy közel lesz Pécshez. Neked egyértelműen villány, a legveszélyesebb. Pénteken beszippant a pincesor, és csak vasárnap köp ki. Jó esetben vasárnap, igen. Nagyon ismerem. Brüsszel, buli negyed, háromszintes sörözők, Krakó, zsidó negyed, tele buli helyekkel, utcai kajásokkal. Aha, az jó lehet. Akkor bocsi, Prága mindent visz. Ó, Prágát imádom. Igen. Bár nem estem ki, nem vitt nagyon bele a bűnbe Prága, de Prágát imádom. Lehet szeretni, igen. Reykjavik, Lebowski bár. Másnap reggel egy buszmegállóban ébredtem, jegyet nem tudtam venni, amellett, hogy fogalmam sem volt, hogy hol is vagyok valójában, Attila. Úristen, de rossz. Reykjavik a Lebowski bár. Jó, Csaba van itt. Hello Csaba, jó reggelt, szia. Hello, sziasztok. Jó reggelt, jól vagy, minden oké? Köszönöm, igen, hogy sikerült bekerülnöm. Igen, ben vagy. Csaba, kezdjük, szerinted? Igen, kezdjünk neki. Húha. Hát kíváncsi vagyok. Én most csak látom az előadót és a dal címét. Tudom, hogy mi ez, de kérdés, hogy ez így a szöveg alapján meg lesz-e. De mutatom, és aztán majd segítünk, ha tudunk, jó? Jó, köszönöm.
A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Hú, nem tudom, elsőre. Nem, nincs is meg, hogy melyik, ez a dallam, ez a át kell lép, de mindig cikisztük is, hogy mi az, hogy át kell lép, de nincsen, tudom most az eredeti. Mi az a... Át kell lép, hogy érezd. Ez is helyt állna a magyar popzenében, de nem. Nem. Most nem. Mit gúnyolódsz? Még egyszer. Igen. A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Szerintem ez az a dal, amit mindenki ismer, senki nem tudja a címét, és senki nem tudja, ki az előadó. Tisztelet a kivételnek. Szerintem ez a dal. Tudja, hogy ismered. Ha egy kicsit tud belőle Csaba énekelni, szerintem az is jó, nem? Azt is el lehet fogadni. Mert ilyen kedvünk van? Hát mert néha nehéz. Na, még egyszer meghallgatom. Jó, még egyszer, persze. A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Fú. Nehéz, basszus. Én is alig tudnám, de nem tudom a dallamot én sem. Holnap hívjunk vissza, és akkor addigra megnézed. Te gúnyolódsz. Ja, bocs. Még egy. Nagyon közel vagy, Csaba, a megoldás az én érzem. A legnagyobb király vagy, aki valaha telefonált a hangon. Még egyszer, hallgassam meg. A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Itt el. Fogynak a lehetőségek, Csaba, már csak 9-szer fogjuk lejátszani. Nem tudom. De lejátszuk újra? Igen. A vigyorod felmelegít, elvarázsol, hidd el, hogy a holnap szebb lehet, gyere velem, le kell győznöd a nemet, hiszek abban, hogy egyszer átvészeled az egészet. Hát ezt el kell szerintem engedni, mert nem tudom. Én 4-jel ezelőtt éreztem, de... Sajnálom, de megmutatom, csak annyit mondjál meg, hogy ismerőse vagy sem, figyelj. Elvarázsol, aha. Holnap lehet a mába, igen, így ismerem. Hát... Lejátsszuk-e még egyszer az előzőt? Köszönöm, Latti. De most mi legyen, Gyuri? Én megsajnáltam. Én is. Csabát. Meg így most már utólag még énekelte is, szóval, hogy mit csináljunk? Valamit azért lehetne, nem? Jó, adunk neki egy ajándékot úgy, hogy akkor a holnapi győztes viszont nem kap. Tehát tőle elvesszük. Hát az nem igazságos. Nem, persze, nem, de nem. Szeretem az ilyet. Szeretem társadalmi dilemmákat a Bocskor Gábor. Legyen egy aija? Szerintem igen. Jó, akkor meg más meg fog sértődni, holnap jön egy mancika, aki azt mondja, hogy... Nem vagy a Csabára fog karabolni. Akkor legyen csak egy bögre? Mondjuk. Jó, akkor legyen csak egy bögre, oké? Jó, de letörjük a fülét. Nem baj, akkor is lehet inni belőle. Igen. Oké, Csaba, akkor visszahívunk, lesz egy bögréd, jó? Köszönöm szépen. Mi is, köszi. Sziasztok. Szia, hello. De jó fej volt. Nagyon egyébként. Na, üzenik, hogy abszolút megértem Tamást, Berlin alattomos. Mindig sülcsülökkel és sörrel indul, de másnap reggel tuc-tuc zene szól, és fél smile is C-vitamin van a zsebemben. Ilyen Berlin, tényleg? Hogy körülírt a Berlin? Ennyi. Jó, na, egy másik téma, az Amazonról beszéljünk egy picit, hanem netes rendelés majd lesz az egyik témánk, mert Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa elmondta, hogy 95-ben alakult, ugye akkor még csak könyveket küldtek szanaszét, és az első megrendeléseik egyike volt a legfurább ever valaha, méghozzá Bulgáriából érkezett, ahol még nem is volt bankkártya. Uh-huh. És nem is az volt a fura, hogy mit rendeltek, hanem hogy hogyan akarták kifizetni. 8:11
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello, Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Jó reggelt, szia, Gyuri, hello! Jó reggelt, sziasztok! Anett, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Még a réteges öltözködés nem bontottad meg, látom. Nem, tehát még ott de van most a nem tervezem, hogy elalszom 8 után, úgyhogy... A padlón. Úgyhogy majd leveszem. Na, többen, egyébként jól sejtettem, hogy a Hungary Machine-ban nem tudták, most kérdezték, hogy de ki az előadó, hogy unisex? Unisex, csak ezt nem mondtuk. Na igen, nem mondtuk el. Unisex, tehát ismered a dalt, mindenki ismeri a dalt, egy jó dal, és nem tud hova kötni. Uh-huh. Érdekes, hogy vannak ilyenek. Van egy közlekedésünk 4-es főúton Debrecen-Nyíregyháza között kamera, de nem félünk, az Orosz Józsi írta ezt, és még Barcelona nagyon veszélyes. Oh. Borostás, gitározó toreadorok, szangria, látszellő tengerpart, én meg szőke, kékszemű nő vagyok, üzeni Nitta. Hűha! Nitta, mibe keveredtél? Nitta! De ugye, hogy nem gitározta be magát valaki az öletbe? Nem hiszem, a borostájával. Toreador. Az ölébe. Egy borostás toreador nem volt az öletben aznap reggel, ugye? Hát a szangria az. Egy elhangolt gitárral a sarokban. Na, az borzasztó lenne. Nitta, írd meg, hogy nem történt meg. Hát egy ilyen történetben a szangria az kötőanyag azért is. Az kötőanyag, igen. Igen. Na jó, gyerekek, itt van az Amazon. Mm-hmm. Az Amazon, mindenki ismeri a logóját, mindenki tudja, hogy az mi, és gondolom, hogy nagyon sokan használják is, pedig Magyarországon nincs is Amazon. De hát kell, hogy legyen. Nem kell. Egyébként nem kell, hogy legyen. Hát nyilvánvalóan egy csomó országban, hát azért nem baj, ha van, mert sokkal gyorsabb. Sokkal gyorsabb, hogyha itt vannak lerakatok, innen is működik az egész, tehát gyakorlatilag Magyarországon, ha Amazonról akarsz rendelni, akkor a legközelebbi, ami ugye vámmentes, hiszen EU-n belüli, az a német. Aha. De ez tulajdonképpen összefog nagyon sok kereskedést. Bármire rákeresel, amit venni akarsz, akkor a találatok között ki fogja adni az Amazont. Hogy ott van. Nagyon igen, persze, sok minden persze van. Ott van nagyon sok minden, de nem kereskedés feltétlenül, ezek lehetnek magáneladók is, akik gyakorlatilag csak online rendelnek be Kínából termékeket, nem is raktározzák őket, de ugye így a számítógépes rendszeren aztán eljut hozzád. De csak azért vagyok bizonytalan, mert én annak idején ismertem az Amazon, meg rendeltem is szerintem tőlük könyvet még, amikor még könyv volt. Igen. Semmi más. Így van, csak könyv volt. Igen. És az én a mai napig, nekem most éppen van függőben 5 Amazon rendelésem, tehát hogy én a Bezoszt gazdagítom, vagy nem tudom kit. De valóban, ahogy mondod, Laci, 95-ben alakult az Amazon, és csak könyveket árultak. Valaki ebben, hát Bezos, ebben bizniszt látott, hogy először ugye csak Amerikában, az Egyesült Államokban, hogy online lehet könyvet rendelni. Egyrészt kigondolta volna 95-ben, hogy az a könyv az annyira izgalmas. Hogy online meg kell rendelni. Hogy online meg kell rendelni, hát szerintem New Yorkban is a könyvesboltok úgy félüresek voltak, tehát hogy nem tudom, a könyv és passzus és üzlet volt benne. Uh-huh. Aztán rájött a Bezos, hogy egyébként még annyi mindent lehet árulni, és sokkal többet lehet keresni, mint a könyv. Van, ami az embereket jobban érdekelné a netről. Igen, az egészben a rendszer a zseniális, mert az, hogy rendelni, ezért még régen, már a 70-es években is volt Otto vagy Quelle katalógus Németországban, átlapoztad, megírtad, hogy ezt a megrendelési számmal szeretnéd megkapni az arcmasszírozó rudat, ezt nőknek ajánlották, arcmasszírozó rud. Igen, volt. Igen, senki nem hitte el. De... Anett megvette. Én emlékszem arra kérdezni, hát én 10 éves voltam, mondjuk 10, és emlékszem arra a képre, hogy egy nő egy ilyen rudat az arcához tart, és mosolyog. És az van odaírva, hogy ez icmasszázs, tehát, hogy arcmasszírozó gép. És mert ugye nem, tehát érted, és meg lehetett rendelni, mit tudom én, 14 márkáért. Már akkor a 70-es években. Bődület. Rendeljek neked a Quellétől arcmasszírozó gépet? Ne. Na de, visszatérve a könyvekre. Tehát 95-ben alapították az Amazont, és hát aztán, ahogy Laci mondja, bővült a kínálat, de képzeljétek el, hogy rögtön az első pár hónapban, pedig még Európában sem volt Amazon, csak az Egyesült Államokban, az első pár hónapban ugye az interneten elérhető volt, érkezett Jeff Bezos szerint a legfurcsább megrendelés. És ez a megrendelés, ez Bulgáriából érkezett. Bulgária. És Jeff Bezos elmondta, hogy ő azt se gondolta volna, hogy Bulgáriában van internet. Igen, ő azt gondolta, hogy kinyomtatták nekik az Amazont, és kiküldték postán. Kb. Mint a Quelle katalógust. Igen. Na, képzeljétek el, Bulgáriából könyveket rendelt valaki, és ezt a neten megrendelte. Ahogy olyan, amire való az Amazon. De... nem volt hitelkártyája vagy bankkártyája a bolgár illetőnek.
Aha. Ezért neten megrendelte a könyveket, majd készpénzt adott fel postán az Amazonnak. De azt nem szabad. Sok szempontból nem szabad. Először is 2 darab vadonatúj $100 adott fel. Ú, de jó könyvek lehettek. De azért, hogy a bolgár posta le ne nyúlja a cash-t, ugye a dollárt, ezért kitalálta azt, hogy egy floppy lemeznek oda a fém, aki emlékszik még a floppy lemezekre, mint adathordozó, annak a fém izé, ami picit mozgott, az alá gyűrte be a $100-osokat. Igen, ezt valamiért így le lehetett húzni jobbra. Igen, így van, azt le lehetett húzni jobbra. És akkor úgy hozzáfértél ahhoz a belső lemezhez. Igen, és oda begyűrte a $100-ost, 2 darab floppy lemezbe, 2 darab $100-os, és azt küldte el az Amazonnak. Nagyon rossz. Hogy a bolgár posta ne nyúlja a pénzt. És mellé angolul írt egy üzenetet, hogy a pénz a diszkben van. A bolgár vevő. A pénz a diszkben van. Angolul azért, hogy a bolgár vámos véletlenül nem tud angolul. Akkor szerencséje volt. És képzeld el, mellé írta még a megrendelő számot, tehát hogy a neten ő melyik számon rendelte meg azokat a könyveket, hogy be tudják azonosítani, hogy ez a 200-as, ez arra megy. Tehát ez annak, aha, a fizetsége. És képzeld el, hogy beérkezett, megtörtént, és kiszállították a könyvet. Ez volt a legfurább megrendelés, amit az Amazon valaha kapott. Igen. Cserébe 2700 floppy lemezbe gyűrve küldték ki a könyvet. Hát, ha így akarják a bolgárok, én nem tudom, hogy ott hogy olvasnak, de menjen. Igen, olyan, mint a digitális lenne. Ez ott a digitális könyv elődje. Digitális floppy lemez, hát ki emlékszik már arra? Én emlékszem a floppy lemezre, de arra, itt most az újságcikk azt írt, hogy 1,44 megabájt fért rá, szerintem kevesebb. Szerintem nem. Annyi volt? A kicsire már 1,44 fért, a régebbiekre, a nagyra, a hajlékonyra, arra még kevesebb. Hajlékonyra nem is emlékszem. Nem emlékszem. Én a kicsi feketére emlékszem, ami ilyen 10x10-es, vagy nem tudom. Igen, amiből nagyjából egy 5 darab kellett, hogy egy lengenői képet rá tudják eltölteni, és hazavidd. Akkor még nem voltak ilyen magas felbontásúak, tehát azért arra lehetett női képet. Igen, hát tudom, hát volt egy gyűjtemény. Egy nagy floppy birodalom. Egy nagy floppy birodalom volt, és akkor már nem kellett megvárni, míg letöltött az internet. Azért ne felejtsük bocs, el. Bocs, le kell mennem a pincébe a nő melléért. Nem, hát az internet is, hát mi az, hogy lassú volt. Hát a mai fiatalabbak el se tudják képzelni. Oh. Itt még nem történik semmi. Próbál összekapcsolódni az internettel. És akkor valamikor így nagy... Aha. Most sikerült? Hát... Fenn vagyok? Én mindig azt hittem, hogy egy lyukat nyitott egy másik dimenzióba. De neked is volt ilyen? De emlékszem még erre? Gyerekkoromban ezzel kezdtem, igen, ilyen 8-as, 7-es, 8-as koromban, igen. És ha végre lejött a mesztelen kép a nőről, akkor jó, ha átmentetett floppy lemezre, mert akkor már gyorsan megvolt. Tehát nem kellett kivárni ezt a 10 percet, amíg lejött a kép. Én csak el kellett dönteni, hogy melyik részét mented le a floppyra, mert nem fért rá több. Mondom, nem igaz. Nem, hát egy pár 100 kilobájt volt egy kép akkor. De szakértő, hidd el neki. Hát ne viccelj, hát tényleg volt egy gyűjteményem, hát nem lyukas abszolút a kosár, amiről én beszélek. Te miket töltöttél le? Ha engem kinevetsz most ezzel a... Az biztos, hogyha a szobámból ezt a hangot hallották, ezt a modem hangot a szüleim, akkor tudták, hogy most... Hogy a másik kezet foglalt. A gyerek a másik dimenzióban van a kezével, most hagyjuk. Azt a mindenit. Nagyon sokáig jött le egy ilyen kép. Nagyon sokáig is voltam a szobában. Megérte az előfizetés. Meg bizony. Igen. Na hát a floppy ilyen volt. És ebbe gyűrte be. Jó, akkor ti mit néztetek meg? Laci nem vallott. Anne, te mit néztél meg először, amikor internetes kapcsolatod volt? Én egy katalógust, én arra emlékszem, hogy amikor először netünk volt, hogy elkezdtem nézni ilyen ruhaüzlet. Akkor már volt online kereskedelem? Igen. Csak képeket nézegetett ruhákról, az biztos, hogy volt. Igen, meg arra is emlékszem, hogy ilyen sztárokra kerestem rá. Sztárok ruhában. Igen, általában. De kire? Emlékszel, hogy kire kereshettél rá akkor abban az időben? Hát tudod, ez már akkor, már túl voltam a gimin, tehát hogy ilyen akkori aktuális sztárokra, tehát most így nem tudom. Marlon Brando, Backstreet Boys. Igen, New Kids on the Block. Tehát ez tehát, hogy ilyesmi. Oké, nem, igen, csak tudni akartam, igen, hogy... Tehát, hogy semmiféleképpen nem ilyen durva dolgokra. Mit nevezünk durva dolognak? Hát mondjuk, amit te letöltöttél. Hát az miért durva? Hát hova vitt?
hol tartok az életben, ami miatt ezt nem kellett volna megtennem? Végülis igazad van. Bocskor Gábor mindent a floppy lemeznek köszönhet. Gyuri, te? Hát engem is nagyjából ez vitt fel először az internetre, ami neked egy gyűjteményt okozott a nappalitban. A férfiúsi, a férfiúi kíváncsiság. Igen, tehát annyira nem érdekelt sem a divat, sem a bútorok. Tesó, halálom. De persze, de mindenkit felcsalt valami netre. Így van. Na jó, és akkor az első web áruházas vásárlás, ez nagyon érdekes, mert nálam nagyon soká következett be, de elég gyérmódon lopakodott be ide egyáltalán az online kereskedés. Igen, mert hát ugye az erotikus hirdetések is idővel jelentek csak meg az ilyen webshopok, meg ilyesmik, azért nem? Így van, idővel. Tehát ezeket az arcmasszázs készülékeket aztán már direktebb megfogalmazásban. De azok voltak az első termékek, cikkek, amit lehetett venni, hát az különösebben nem érdekelt. Nem is voltál benne biztos, hogy szabad-e már kidobni a floppy gyűjteményt, mert lehet, hogy ez nem mindig lesz így. De igen, jönnek még ínségesebb idők. Igen. Szóval nem, Laci, például te első termék, amit vettél online. Hát én eBay-en vásároltam először, mert akkor volt. Sosem mertem. Igen. Nem vettem soha eBay-en semmit. Most már jó, most már merek vásárolni az eBay-en, de akkor nagyon megbántam, mert akkor egy telefont rendeltem, ami Magyarországon még nem volt. Valami nagyon új, nem jó, Nokia valószínűleg. És rohadt jól nézett ki. És kifizettem a pénzt, és soha többé nem hallottam az emberről, aki árulta. Nem mondod, na ez a baj. Na így kezdődött a netes vásárlási karrierem, szerencsére kigyógyultam a traumában. Én így, én pont ezért nagyon-nagyon soká mertem neten vásárolni, és akkor is egyébként elsőként külföldi oldalról. Én, ha jól emlékszem, az első ilyen reflektoromat a kertbe egy német hangszercégtől vásároltam, és hát tényleg csoda volt. Tehát bemertem írni a kártyámat, szállítási cím, minden. Nem telt el egy hét, körülbelül 5 nap, és ott volt, bár el kellett menni még a postáért, nem hozta ki a futár, de ott volt a postán, megérkezett mindenféle gond nélkül. Na, innen felbátorodtam, hogy magyar terméket rendelek magyar webáruházból, nem volt kártyás fizetési lehetőség, utánvétel kellett, megrendeltem, rendben van, visszajelzés, és soha nem jött meg. Nem kellett fizetnem, tehát nem... soha nem jött meg. És ez többször előfordul, és akkor elhatároztam, hogy csak külföldről rendelek. Azóta már itthon is jobban működik. De például most rendeltem egy tükröt, úgy volt, hogy raktáron van, megrendeltem, kifizették, levonták a pénzt, másnap jön az e-mail, hogy nincs raktáron, ezért majd, hogyha megjön, akkor fogják küldeni. Tehát ez egy picit olyan, hogy... nem, ráér, érted, csak miért így? Bocs, ez az én élményem. Nem, hát azóta én intenzíven, tehát én itthoni webshopból is, meg külföldről is. Én mondjuk ruhákat szoktam leginkább, vagy cipőt mondjuk. A cipő az macerás, az tipikusan az, amit először fel kéne azért próbálni. Nem? Igen, csak ráadásul olyanokat rendelek mondjuk külföldről, ami itthon nincs, amit nem látok. Tehát, hogy hát talán azt tudom, hogy abból a márkából az a méret jó. Ennyi segítség van. Én például már a bevásárlást is neten intézem. Tehát webshopban megrendelem az élelmiszert, és akkor kihozzák. És olyan érzésem van, amikor vasárnap délelőtt felkelek, mintha már tök hasznosan töltöttem volna a napot, mert megvan a bevásárlás. Megjön a csomag a csirkemel.hu-tól. Én például azt soha, mert én szeretem látni az élelmiszert a boltban. Tehát, hogy de minden mást megkezdeni. Mi a csomagolt Uncle Ben szószt? Igen. Nem forgatom, megnézem. Az előszobában látom, amikor meghozzák. Berendezni az előszobában ilyen kis boltszerű részt, és ott nézni. Mert az Anett úgy tesz, mintha venne friss parajt, és friss brokkolit, és is megnézi az áruminőségét. De hát te előre csomagolt cuccokat eszel. De azt is szeretni, hogy megszagolni. Tudod, hogy a fóliát. Hogy mikor jár le. Nem, de egyébként most abba is belegondoltam, hogy a bolgár félt attól, hogy a $100-ost ellopja a posta, vagy a vám, vagy a bármi. Most például, hogyha mondjuk lenne egy barátod Észak-Koreában, és szeretnél neki küldeni mondjuk $100, hogy vehessen illegális DVD-ket. Amiért tudod, hogyha a $100 elkapják nála, kivégzik. Ha megtalálja a $100, vesz egy DVD-t, kivégzik. Illetve ha megtalálják. Tehát hogy küldöd el, ezt akarom tőletek, hogy rejted el postai küldeményben, hogy az észak-koreai titkos rendőrségnek ne tűnjön fel? Azt gondoltam elsőre, hogy könyvbe kéne beragasztani. De milyen könyvbe? De nem lehet könyvet, kulturális terméket oda küldeni nyugatról? Abszolút nem lehet. Ez így nem van. Jó. Ha csak nem Kim Ir-Sen összes verse magyar kiadásban. De olyan könyvet nem kapsz a Librinél. Igen, még. De hogy az a gyanús, hogy akkor azt miért külföldről rendeli meg, amikor olyan jó könyvek van. Nem, rendelni nem tud, hanem küldi a magyar barátja. Hát lehettek ti levelező barátok. Lehet, hogy azt csinálnám, hogy egy hűtőszekrénynek, tudod, van ez a vastagbélése a szigetel, és abba belerejteném.
És mivel indokolod, hogy egy hűtőszekrény bélést küldesz Fenyámba? Hát nagyon melegek a nyarak. De az egész hűtőszekrény kiküldött? De ezért kivégzik, mert akkor a hiánygazdálkodásra hívott fel a figyelmet azzal, hogy hűtőszekrény bélést kell küldened Észak-Koreába. Ezzel elárult az ottani viszonyokat neked, kivégzik. Mi az, hogy küldöd el a $100, hogy ne végezzék ki a barátodat? Én ragaszkodom, a sütő. Valami élelmiszer csak lehet küldeni. Nem lehet küldeni. Semmilyen mert akkor ő elárulta azt, hogy nincsen ennivalója, és kivégzik. Ruhát? Csak olyat, ami... Tehát bőrjacket csak Kim Jong-un hordhat, tehát az alá kell kalibrálnod. Farmer Jacky. Nem. Azért kivégzik. Ennyire nem akarhatja a visszajövőbe hát trilógiát megvenni. Egyen koreai Jacky zakót tudod, amit viszont nem kapsz itthon. Hát az, hogy belerakod a zsebébe, azt küldöd. Azt nem nézik meg. Ilyen Mao Jacky, ilyen Mao szürke. Hát ami neked van, az a zubbonyod, azt elküldjük benne a zsebbe a pénzt. Nem tudom, miről beszélsz, de bármit, amit én hordok, azért kivégzik. Szerintem lebeszélném ezekről a DVD-kről, ennyire nem jó filmek ezek. Hogy küldenél el? Anett, te, neked van egy észak-koreai barátnőd. Hát én biztos, hogy küldenék neki egy fotót képkeretben, és akkor a képkeretbe valahogy belerül. A kutyájáról egy fotót, ez nem hülyeség. Igen. Miért a kutyája nem végzik ki? Hát idegen kutya. Nem azért, hát az megérti észak-koreai titkos szolgálat. Valahogy belerejteném a képkeretbe. Értitek? Vagy a kép és a képkeret közé beragasztanám. Uh-huh. Mondjuk egy kis nájlomban, hogy ne sérüljön a $100. Egy merevítő kartont is tennék mellé, hogy ne is gyűrődjön. Jó, még mindig jobb az én ötletem, mint a tied. Még mi vajon a hűtőszekrénnyel? Teljesen jó. Élő állatot sem lehet küldeni akkor, ugye? Ez az megeszik. Aha, akkor abban sem jó a $100, jó? Nem, nagyon baromi nehéz. Tehát azért mondom, hogy ez a bolgár nagyon törhette a fejét. Mi, neked nincs ötleted? Nekem semmi ötletem nincs, hát én fogalmam. Most miért? Hát akkor a hűtőszekrényen mi bajod van? Neki nincs ötleted? Észak-koreai barátja, hát most ő nem tudja ezt. Mi nekem? Igen, na, kérdezzük meg a hallgatókat, hogy... Visszatérve az internetes rendelésre, hogy mi volt az első alkalom, amikor az interneten rendeltél? Mit rendeltél? Hányban volt ez? Megérkezett-e? Nem érkezett meg? Miért ott vetted? Miért nem máshol vetted? Hogyan fizettél érte? Utánvét? Hogy hívják ezt? Hitelkártya? Bankkártya? Átutalás még olyan is volt. Átutalás, tényleg. És megérkezette a termék, tehát az első rendelés, uh-huh. Ha visszatudsz rá emlékezni, erről beszélünk 0620-22-22-122. És 39 lesz 4 perc múlva, na hát itt vannak a mi drága hallgatóink első internetes rendeléses élményei. Mindenféle van, próbáltuk Fatit felírni, a Fati ragaszkodik ahhoz, hogy nem veszi fel a telefont. Egy pillanat. Igen. Nem csak hangosítottam a fejhallgatómon. Jó, de ő azt írja, ez nagyon izgi volt, vagy nekem helyes a történet, hogy első netes rendelésem 2006-ban Düsseldorfi Depeche Mode koncertjegy, amit... Pénteken megrendeltem, és a következő hétfőn már csöngetett a DHL, az akkor még papír alapú jeggyel. Bizony. Ennyire király. E-mailben még nem ment, de már a rendelés az működött. És a rendelés működött, és akkor papírra, tehát rendes papírjegyet kihozott. Uh-huh. Így van. Akkor én repülőjegyet vettem először a neten, Gabesz. Hát ez is egy érdekes kaland. Én már csak úgy vettem. Te már csak úgy, te nem vettem még úgy repülőjegyet, hogy elmentél a Marévhoz, és, vagy a Lufthansa-hoz, és akkor azt mondtad, hogy akkor kérek egyet Düsseldorfba, és akkor kitöltötték, először még kézzel töltötték ki a Marévjegyeket, aztán már géppel, és akkor ott volt a kezedben az a több lapos jegy, amiből mindenki kitépett egy lapot, a végén, amikor hazaértél, már egy lap se volt, csak a borítója. Nem láttam ilyet, de, és az tényleg nagyon menő cucc egyébként. Igen. De nekem ezek hiányoznak, mert a koncertjegyben is az volt a nagyon jó, az olyan jegy, amit kiküldtek, amit elraksz. De az, hogy ami most jön a QR-kóddal, meg a dátummal, helyszínnel, az már nem. Hát képzeld el, hogy mi vettünk, most töröm a fejem, hogy milyen jegyet, mert megyünk most több koncertre nyáron a lányommal, most Billie Eilish vagy, na minden, Guns N' Roses. Guns N' Roses volt, azt hiszem, hogy megrendelhetted online, és akkor kérdés, hogy e-mailben, tehát elektronikusan küldjék el, 0 euró pluszban, viszont hogyha papír alapon akarod, mert az egy exkluzív darab, akkor az égi kellett fizetni, nem tudom, még 5 eurót, vagy... Komoly. Igen. Igen. És annyi órával később küldik ki, amennyit az ex-rossz késik. De én aztán nekem rizikósabb volt az, hogy kihozza, nem tudom, kivel küldik, tudod, nekem mindig van gondom ezzel a
mert a futárszolgálatok tök jók, de ha nem velük küldik, hanem a postával, akkor kevésbé. Tehát, hogy én online, tehát internetes, vagy hogy hívják ezt, elektronikus jegyet kértem. Aha. Sziasztok, én akkor kezdtem el a neten vásárolni, mikor megszűnt a Marks & Spencer Magyarországon. Azóta a webáruházukból rendelem a rucikat, a méretek fixek, és 3-4 nap alatt meg is kapom. Puszi Dóri Pécsről. Nagyon tudhatnak. Én egyébként gyűlölöm a Brexitet azért, mert Angliából már nem tudsz rendelni. Uh-huh. Szerintem ezzel nagyon sokan így van. Vámmentesen, úgy értem. Igen. És akkor az egész sokkal bonyolultabb, de tényleg az amazon.co.uk az is még egy forrás volt, nem minden ugyanaz, mint a németben, meg ugye az amerikai piacon is más. És akkor azt most el lehet felejteni. Azt abszolút el lehet felejteni, így van. 2007 Kréta utazást fizettem először. Oh, az igen. Vatera és Teszvesz. 2005 vettem az 1500 forintos hangsúlyozottan eredeti, ez idézőjelbe tette, Adidas és Nike pólókat, nadrágokat. Egy kivételével mindig megkaptam, de abból a kb. 20 rendelésből max. 3-4 darab volt, amiről nem üvöltött messziről, hogy olcsó hamisítvány. Elég hamar elengedtem a dolgot, Edith. Igen, hát itt meg könnyű ilyenekbe, ilyen licitálós oldalak már belefutni. Mert az eBay-en szerintem nem, mert ott ezeket kicsapják. Mit? Hogyha valaki hamis árut árul. Elvileg az Amazonról is kicsit, meg a Wishről is. Hát a Wishen olyan hamis órákat lehet rendelni állítólag, hogy ja, és rendes, mert az Amazonon nem, ott van, tehát ott a nevét megváltoztatják, csak egy az egyben úgy néz ki az óra. De a Wishen simán rendelhetsz Patek Philippet, Patek Philippe felirattal, és... Hát ez sokszor elég. Nem tudom, 80 euróért, és az a baj, hogy senki nem törődik vele. De ugyanazt tudja, nem? Jaj már. Valamit mutat? Hát, valamit mutat, igen. Sziasztok, DVD-t rendeltem először netről, kb. 15 évvel ezelőtt, utánvéttel vásároltam, és 24 órán belül megjött. Uh-huh. Na, tök jól csináltad. Szia uraim, 99-ben Bakerit lemezeket rendeltem Németországból, előre utalással. Féltem is, hogy nem lesz belőle semmi, de nap alatt megjött. Az, hogy hány nap alatt, azt nem jöttet be, csak hogy nap. Lehet, hogy lazásan fogalmaz, hogy nap alatt. Nap alatt. Laci 78 Szombathelyről. Oké. Nagyon szépen köszönjük ezeket a kalandokat az internetes vásárlással kapcsolatban. Jövünk egy, most már valóban, és jogosan mondom, hogy hangcsapdával. 100%-ig biztos vagyok benne én is, igen. Ez az. Hívjatok most 06 20 22 22. Ó, köszönöm, Lacika, te éber ember, te fantasztikus rádiós agy. Igen, ezt akartam mondani, megmutatjuk a hangot, köszönöm. Na. Te ezt Lacikának köszönjétek, most megmutatjuk. Ilyek, nyolcán, neki, hát ez szerintem, ez a 10 évesen, ez akkor is kezdi, akár hal meg a hullámdészként, és olyan éves korá, és ilyen hullámhegy valaki gyerekszín, hogyha évölgyek kibet is. Ez az utóbbi nem, de az, ami közte volt. De az is jó hang. 0620 22 22 122. Ez olyan, mint a hangcsapda. És 9 óra lesz, 11 perc múlva. Vannak még megrendelések. Én most rendeltem először, a most ez félő, hogy ez tényleg mostanság történt. A Jófogáson egy fényképezőgépet. Egész szép állapotban volt, rengeteg tartozékkal. Az eladó személyes átvételt szeretett volna, de mivel lent volt a román határon, én inkább postai kézbesítést kértem. Nagyon korrektnek tűnt, ezért adategyeztetés után elutaltam neki a pénzt. Másnap visszaírt, hogy megkapta, köszöni szépen, és hogy akkor megy feladni a csomagot. Azóta semmi hír, a telefonszámot nem lehet elérni, a felhasználói fiókja törölve, és mint utólag kiderült a cím, amit megadott, egy üres telek a faluban. Egyetlen támpont, igen, most én ékezetnék, úgy olvasom, hogy támpont, de egyetlen támpont a bankszámla száma, ennek már 3 hete így jártam, üdvzenész Csabi. Uh-huh. És a bankszámla szám is lehet bármi. Hát az nem, azért az köthető névhez. Persze. Tehát ilyen tényleg, hogy a rendőrségi feljelentést tesz, annak kell, hogy legyen valamilyen utóélete. Meg mindenképpen érdemes a Jófogásnak is jelezni, mert talán azt tudják, hogyha ugyanarról a felhasználón, vagy ugyanarról az e-mail címről más felhasználó névvel újra regisztrál, mondjuk. Tehát ugye ők talán vissza tudják keresni. Na de e-mail címet, tehát ezt másodpercek alatt letölt egy újat. Tehát ugye az nehéz, és a Jófogásnál ugye nincsen megadva más adatod. Ott gyakorlatilag csak ilyen hirdető felület. Hát én ott vettem ugye a lemezjátszómat, a Jófogáson találtam, és akkor én a telefonszámon leegyeztettem a tulajjal. Találkoztunk, átadtam a pénzt, átadta a lemezjátszót, meg volt. De annak az üzleti lebonyolításhoz a Jófogásnak már nincsen köze. Igen, hát mondjuk ezért jó az eBay, mert ott van ez a védelem, tehát hogy ott, hogyha nem kapod meg, nem olyat kapsz, rossz minőségű sérült, akkor visszakapod a pénzt. Tehát hogy azért az nagyon jó. Igen, de mi lett volna, hogyha például ő belemegy abba, hogy lemegy a román határra, a fényképezőgépet személyesen átvenni és kifizetni.
Akkor mi lett volna? Akkor ott van az üres telken egyedül. Hát igen, megveszi akkor, a telket. Igen, akkor benzinköltségre költötte volna el ezt a pénzt. Szegény. Sziasztok, első rendelésem ruhák, cipő volt, átutaltam 15.990 forintot, utána már sem az oldalt, semmilyen kapcsolatot nem találtam. Fél év múlva a rendőrség keresett, én voltam Nikolettnál, az 1435, akitől a pénzt beszedte. Aha. Van ilyen. Igen, nagyon óvatosan, hogy honnan rendel. Sziasztok! Mi üzemeltetünk egy webáruházat, és mindig meglepődnek az emberek, hogy a raktárkészlet valós, és többnyire másnap náluk a termék. Jók vagytok, szép napot! Uh-huh. Hát ez az, amit én most nem tapasztaltam. Tényleg, nagyon sok webáruház kiírja, hogy van-e raktáron, vagy nincs. Uh-huh. Nyilván annak függvényében rendeled meg, és nekem most tényleg ez volt, hogy egy raktáron lévő, annak tűnő tárgyat rendeltem, és aztán írtak egy levelet, hogy pár nap is be kell szerezniük. De a pénz az jó. De a pénz az jó, ha izé ott van, így van. Halió, lehet vámmentesen rendelni a UK-ből. Nemrég vettem egy Martens bakancsot, 3 nap alatt itt volt, üzeni Suzi. Hát erre most én kíváncsi lennék, hogy tényleg így van-e. Tehát az Egyesült Királyságból tudunk vámmentesen rendelni. És hogy hogy? Mi hát most bárhogy, hát most a Martens-től, vagy a Amazonról, vagy bármilyen online shopból lehet az Egyesült Királyságból vámmentesen rendelni. Én azt hittem, ilyen fokozatos volt a Brexit, hogy már ez is lezárult. Tehát, hogy már a vám is él. Igen. Na mindegy, valaki majd biztos elmondja. 2005-ben iPod eBay-ről Angliából. Szerda este 22:30-kor megvettem, és péntek délben itthon Magyarországon a kezembe adta a DHL. Ja. Ezért én mondom én, drága posta, érdemes elgondolkozni. Így van. Minden jó futásszolgálatot imádok. Ezek jó fejek, gyorsak, ott van, házhoz, megvan a rendszerük, felhívnak, egyeztetnek, odadják, tényleg. Igen. Na jó, ennyit erről, jövünk vissza, nem. Játszunk. Ja, játszunk, persze, Anna-Marival. Hello, Anna-Mari, jó reggelt! Szép, jó reggelt, sziasztok! Majdnem eldumáltam az időt, Anna-Mari, kérdezik. Semmi baj, hallgatlak. Ja, jó. Oké, figyelj, elkezdjük gyorsan, jó? Megmutatjuk neked a hangot még egyszer. Jó. Tessék. Ilyek, nyolcán, neki, hát ez szerintem, ez a 10 évesen, ez akkor is kezdi, akár fel meg a hullámdészként, és olyan éves korá, és ilyen hullámhegy valaki gyerekszín, hogyha évölgyekébet is. Na, mit gondolsz ki ő? Én szerintem a D-tárenikő. Ez akár ha 10 évesen kezdi valaki gyerekszínészként, és hogyha él megadatik neki 70-80 éves koráig, ez akkor is ezek szerintem ilyen hullámvölgyek és hullámhegyek. 80 évesként gyerekszínészként. Az kevesebb szerepet kapsz már, de... Attól, hogy mennyire vagy hiteles. Igen, egy Sánta Pinokkió. Igen. Na jó, Anna-Mari drága, lesz egy bocsizacsit, mit szólsz? Nagyon szuper, már nagyon régóta játszom veletek, és még soha nem sikerült nyernem. De most igen, és lesz dupla ajándék benne, mi lesz benne, Gyuri? Hát lesz benne egy baseball sapka, meg egy bögre is. Szuper! Nagyon jó. Nagyon jó. Örülünk, nagyon puszilunk, jó. Hívnak majd a címedért is, jó? Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek. Neked is, szia! Sziasztok. Hello! Na, és akkor most van az, hogy a hírek után Horthy Gábor, és hát itt... Valaki kereszti, nem akarom megkérdezni Horthy Gábort, de én már tudom a sztorit Hobb Szólóval kapcsolatban. Lehet, hogy egy-két olyan infója van a Gábornak, amit még nem olvastam. Hát kérdezd meg tőle. Jó. Mielőtt adásba adjuk, hogy Hobb Szólóról tudunk-e még valamit. Vagy találjunk. Csak hallgatja, most már olvas, szerintem lelkesen. Most már olvas. Na jó, amúgy meg arról lesz majd szó, hogy nem olyan rég a Freiburg ellen a Bayern München teljesen véletlenül, még nem lehet tudni pontosan kinek a hibája, egy pár másodpercig 12 játékossal játszott a pályán, nem 11-el. Uh-huh. Úgyse rosszak, de megnézték, hogy mi van akkor, a 12-en vagyunk. Arra viszont komoly büntetés járna, eddig nem kapták meg, amúgy 4-1-re verték a Freiburgot, tehát kérdés, hogy ezzel mi van, és hát nagyon kíváncsiak vagyok erre a csere szabályokra. Tehát, hogyha kiírja a számot, akkor az lejön a pályáról, addig nem lépheti át a vonalat, mert nagyon ügyel arra, hogy ne lépje át a vonalat, hogy ez tényleg így van. Gábor elmondja a szabályokat a cserékkel kapcsolatban. A másik pedig a nagy Lewandowski ügy. Ez majdnem olyan, mint a Reykjaviki Lebowski kocsma. Igen. A nagy Lewandowski ügy, mert hogy a világ legjobb csatárát, amely 1000 millió éve a Bayernnél dolgozik, most a Bayern nem nagyon akar hosszabbítani, illetve max. Egy évet kínálni neki. A lényeg az, hogy ez azért egy ilyen nagyon jó sportolónak eléggé megalázó, és most úgy néz ki, hogy megegyezett a Barcelonával. Hoppá, az érdekes, mert nyilván azonnal megmozdul a piac, hogy minket érdekelne. Nem? Viszi a Barca. Ha minden igaz, Gábor elmondja. Ez a Bocskor!
9 óra 10 perc van, és persze jó reggelt egyrészt. Hello, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Gyuri, szia. Jó reggelt, hello. Hello, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Itt mindenkinek fejtörést okozott az, és itt kérdezik SMS-ben is, ez az adásba, ki bocsi DJ vagy Ati DJ volt, minden esetre jó volt. Hát a hájá az bekerült valahogy, és azóta nyomozzuk, hogy hogy. De ne nevezzük ezt bakinak, hogy egy hájá bekerült adásba. Igen, tehát ez, hogy... Hájá. Ez valahogy ott jött, elmondom nektek, ez mikor a szignál után, ugye? Igen, a reklám szignál előtt. Termék megjelenítés van a műsorban, hájá! Ezzel a hájával a bocsi melberúgta az adást tulajdonképpen. És az Ati engem gyanúsít, hogy én véletlenül áthúztam innen oda, amit lehet, hogy megtettem, lehet, hogy nem, de biztos, hogy nem vettem észre. Könnyen elszalad az Ati szája ilyen vádaskodásokkal. Hát, mert a hivatalos kivizsgálás. Van a hivatalos kivizsgálás, igen. Amúgy üzenik nekünk, hogy nekem is van rendőrségi ügyem jelenleg is, jófogás, nyomozás folyamatban egy éve kaptam egy levelet a rendőrtől, vagy a rendőrségtől, hogy összevonták más károsulttal. Ezt csinálják. Igen. Persze. Rendeltem az Amazonról, és azt írták, hogy 30 nap a szállítás. 4 nap múlva hívott a futár, hogy itt van a csomaggal. Ó. Igen, Viktor üzente. Akkor mégis találnak egyet a raktárban. Fullos reggelt a UK-ből történő rendelések vámkezelését a posta intézés ennek a díját tovább nyomatja a kedves ügyfélre. Oh. Ciao, Gyuri Zoli. Hát igen, ezzel egy baj van, hogy nem az ajtónál történik, hanem el kell menned a postára. És akkor még fizetsz valami értetetlen díjat, mint te múltkor. És akkor fizetsz valamilyen díjat, pontosan. Sziasztok, Sid vagyok, a Martens bakancsos SMS-ező, vagy hülye, vagy tudatlan. 10 pár Martensem van. Ez úgy működik, hogy a Martens raktára Hollandiában van, ezért nem fizetett vámot. Ezt a Martens pont a Brexit miatt hozta létre. És más is írja, megfogalmazva általánosan, hogy Angliából akkor lehet vámmentesen rendelni, ha az angol oldalt üzemeltető cégnek raktára van az EU-ban. Ilyenkor úgy tűnik, mintha a UK-ből rendeltük volna, de jogilag az EU-ból jön. Én így vettem PlayStation 5-öt, 3 nap alatt meghozta a DHL, Gergő. És teljesen igazuk van, mert én is most már láttam külföldi weboldalakon, mondjuk angol weboldalon, hogy írják, hogy van Csehországban raktáruk, és ott mennyi van belőle, vagy nem tudom, máshol Európában. De eleve, ha tőlük rendeled, akkor ők már onnan küldik. Csak sok esetben meg pont az van, hogy nem tudod. Tehát, hogy pont azért nem rendelek, mert nem jelzi a UK, hogy ő ezt egyébként Németországból vagy Hollandiából küldené, mert akkor ugye vámmentesen érkezne meg. Na mindegy, de ebből is tanulunk. Mi a helyzet Hopszólóval, Gyuri? Minden oké vele, itt a Gábor szerintem már szeretne mesélni neked majd ezt. Ökében? Igen? Hopszólóval kapcsolatban? Nagyon remélem, hát hogy tudod, hogy nekem a legnagyobb foci hősöm ő. Igen. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor. Hello, Gábor! Jó reggelt! Szia! Hello! Jó reggelt mindannyiótoknak! Jól vagytok, ugye? Meg minden. Meg minden. Nagyon rendben van, mindenki. Körülnézek, és mindenkinek abszolút vidám az arca, a tekintete értelmes, tiszta a látás. Szóval jól vagyunk, nagyon szépen köszönjük. Szuper! Gábor, nem tudom, hogy nem volt leegyeztetett téma, csak aggódom Hopszólóért. Tudod, hogy kiről van szó, ráadásul, hogy a te lányod is futballozik, tehát kell, hogy tud, hogy Hopszóló kicsoda, micsoda. Ő az Amerikai Egyesült Államok válogatottjának volt, a női válogatottnak volt a kapusa. Komoly címeket is nyert, ezt lehet, hogy jobban tudod, egy bombanő és egy brutál jó kapus. És mindig balhé van körülötte. Most mi történt? A helyzet az, hogy a labdarúgók között a következő mondás járja, normális kapus meg zöldisznó nincs. Na most ez alól Hope emeli Szóló sem kivétel. Tényleg jó kapus, én egy kicsit pozérnek tartom, ráadásul láttam egy világbajnoki szereplését, vagy talán olimpia volt, kézből rúgta ki a labdát, és mindig kilépett a 16-os vonalán kívül. Ja. És akkor még a kezében volt a labda, és a szabálytalan. Én meg láttam mesztelen képeket róla, na? Ó, azt... Én csak hallottam, hogy létezik ilyen. Nekem megvannak. Igen, lementetted? De elküldte egy hallgató, nekem azok megvannak, épp úgy, mint másik kedvencem, Jennifer Lawrence hasonló képeit. Ezt én nem kutattam utána, ez effektíve tényleg nekem küldték, elviszél még Music FM-es e-mail címre küldték hallgatók. De megvan, igen, tehát Hopszóló nekem megvan ilyen módon.
Szerintem még arra is emlékszel, hogy mikor adták föl a levelet, és mikor érkezett a postaládába. Ne, azonnal. Ne. Azonnal. Na, ez egy tényleg nagyon jó, egy fantasztikusan kisportolt testű, és most hát történt vele egy kis probléma, hogy kicsit bekamillázott, és elaludt az autójában, amivel még mindig nincs semmi probléma, járt a motor, ez még mindig nem baj, hanem az ikrei hátul ültek a kocsiban, tehát a Hope Solo mögött ültek. Igen. És amikor kijöttek a zsaruk, ugye hát erről szólt a hír, kijöttek a zsaruk, és akkor kisasszony magával meg what about. És akkor mondta, hogy mit bántanak itt engem, úgyhogy vasat kapott, bilincsre vitték, fénykép készült róla, és hát a gyerekeket az amerikai gyámügy kezelésbe veszi. De ott nincs apuka? Tehát nem lehet az, hogy az apuka... Mert ugye gyerek veszélyeztetéséről volt szó, valahol meg is értem, valahol meg nem értem. Ez egy parkoló volt, egy valamilyen pláza parkolója, jól tudom, és valóban be volt nyomva. Kérdés az, hogy már eleve benyomva vitte oda a gyerekeket, vagy sem, vagy ott a plázában ivott be, de hát járt a motor, és ő elaludt az autóban, úgyhogy a gyerekek ott ültek hátul. Nézd, bocsi, azzal kapcsolatban, hogy ott rúgod be, vagy előtte, az, hogy kicsit terhes, vagy nagyon terhes, az már tök mindegy, asszony piás volt, és ő volt az, aki egyébként azt hiszem a testvérét, meg az unokatestvérét is egyszer nagyon verte, mert igen. A zsarukat kellett nyílni. Igen, ő volt az. Valószínűleg karácsonykor lehetett a szeretet ünnepén, nem? Igen, de most a gyereket elveszik tőle, vagy a gyerekeket? Mert remélem, vagy gondolom, hogy van apukája a gyerekeknek. Hát kiskorú veszélyeztetése miatt az biztos, hogy felelnie kell, és abban nem vagyok jártas, hogy az amerikai gyámügy hogyan viselkedik ilyen esetben, de hát nyilvánosságot is kapott, tehát még csak úgy sem lehet elintézni, mint az Ozarkban, hogy esetleg egy alapítvány átveszi, hogy elhomszolódnak az ikreit, és akkor majd ott valahogy kavarognak. Nem, ez így nagyon kellemetlen. Tényleg egy nagyon jó kapus volt, óriás legenda, világbajnoki, aranyérmes, aranykupa győztes, olimpiai bajnok kétszer, azért mondom, hogy ő fantasztikus, így van. Na jó, Hope Solo-ról... Várjál. Jeremy Stevens profi amerikai futballjátékossal összeházasodott. Tehát a babák mondjuk nem nagyok, mert azt hiszem 3 évesek az ikrek. Úgyhogy Jeremy lehet az, aki ugye ebben az ügyben járatos. Már hogy aki tudna valakulni, hogy helyzet a bébikkel. Oké. Okay. Jó, hát köszönjük szépen a Hope Solo sztorit. Na nézzük, akkor a Bayern-nel kapcsolatban 2 történetünk is van. Az egyik, ami talán még soha nem fordult elő, hogy mindenhol erről cikkeztek, hogy a Bayern a Freiburg ellen egyszer csak egyik pillanatra a másikra 12 játékos volt a pályán Bayern oldalról. 17 másodpercig, és az alatt a 17 másodperc alatt, pontosabban addig már 3-1-re vezetett a Bayern. Tehát igazából annak a 12 embernek a jelenléte az adminisztratíve szempontból volt fontos, mert hogy 12 játékos ugye nem tartózkodhat a pályán. Akkor az már nem befolyásolta az eredményt, ráadásul aki ebben a csereügyben egy mellékszereplő, Zabica nevezetű fiskó, az még később rúgott egy gólt. De hát ez sem oszt és nem szoroz egészen. Úgy kezdődött, hogy a 24-es számú játékost, a Tolisso-t és a 29-est Komant lehívták. Uh-huh. Ezzel csak annyi a probléma, hogy Komannak ebben a szezonban, Kingsley Komannak 11-es a meze. Oh. És ő kinézett 29-es, hát menjen le a 29-es, én 11-es vagyok, engem ez nem érdekel. És a probléma onnan ered, itt több felelőst is megtalálta, Katlin Krügert, aki a technikai vezetője, meg a játékosoknak az édesanyja. A Bayern, igen. Igen, egy nagyon bizalmi ember, és ő intézte a cserét. Mármint a bírónál. Igen, tudod, fogja azt a nagy villanyos táblás, így van, a táblás bírónál, igen. Így van, ő ott beállítja, a negyedik játékvezető kezébe adja, azt fölemeli, ránéznek, bemegy, lejön, így. És hát ő ugye csak januárban tért vissza, mert anyuka lett, szült a feleségének egy fiút, és most visszajött munkába, de hát azért sem értem az egészet, mert Kingsley Coman, ő már ebben a szezonban egy csomószor csereként lépett pályára. Tehát 5-ször becserélték, 11-szer meg lecserélték. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudott arról, hogy milyen a messzáma Comannak. Katrin, remélem a férjének szül gyereket, de az előbb azt mondta. Nem, ő egy hölgyel él egy kapcsolatban. Igen, és szült neki egy gyereket? Igen, egy fiúcskát májusban. Na, egyre több a fordulat ebben a Bayern történetben. És azt állítják, hogy Katrin nem a 11-est mondta ennek a táblatartogató bírónak, hanem a 22-est, emiatt Komán nem jött le?
29-es, így van, és emiatt akkor már azt mondta, gyerekek, rendben van, tavaly 29-es voltam, de most 2022-t írunk, úgyhogy rám nem érvényes. 16 vagy 17 másodpercig 12 ember futballozott a pályán, már a Bayern München csapatában, és az ellenfélnek a csapatkapitány egy bizonyos Schlotterbeck nevezetű védő, ő vette észre. Hát nyilván ugye gondolta, hogy eddig is jöttek, de most egyel többen jönnek. Hát ez egy kicsit feltűnő. Azt amit megszámolták. Kiszámolták. Várjál! És amikor szólt ez a freiburgi csapatkapitány, Sallai Rolandnak a csapatát, szólt a bírónak, elkezdték így újjal számolgatni a népeket, hogy hogy vannak. Ez gyönyörű. Várjál, akkor Kátrin mellett még kihibázhatott? Hát most ráverik a negyedik játékvezetőre, mert hogy a DFB egyik vezetője azt mondta, hogy pontosabban Felix Zweier a ZDF Bundesliga műsorában azt mondta, hogy a cserék hibátlan lebonyolításait a negyedik játékvezető felel. Na de hát ő neki most nem kell ismerni a játékosokat, nem? Ő neki az a fontos, hogy szabályosan lejön, megtapogatja ugye a játékosokat, hogy valami karmolóeszköz, vagy van-e nálam, hogy a sípcsontvédő ott van, hogy gyűrű nincs rajta, füldevaló nincs rajta. Ő ezért felel. Neki adminisztratíve a számokkal, a messzámokkal nem kell tisztába lennie. Hát igen, de nem úgy van, bocs, egy csere hogy bonyolódik? Mert ezt mindig látjuk, hogy aki menne be a pályára, az a vonal mögött áll szigorúan, és ami kitotyog a lecserélt játékos, addig ő át nem meri lépni a vonalat. Pontosan, így van, így van. Veszélyes esetekben még az asszisztens nem a negyedik bíró, mert ugye úgy tartja a táblát, a partjelző még a csuklóját is megfogja, hogy te kis uncut be ne fussál a pályára idő előtt. Oké, okay. De várjál, ez egy kettős csere volt. Akkor az egyik lejött, lepacsizott a vonal mögött álló cserejátékos, a lepacsizott. Akkor ha kettős csere volt, ott kellett, hogy még álljon még egy játékos, aki arra vár, hogy bemehessen. Így van. Na most a következő helyzet... De hát azzal nem pacsizott le senki, hiszen a Coman maradt a pályán. Akkor ő miért ment be? Bocsi, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Nagyon-nagyon jó kérdés. Egyébként a labdarúgásban sokszor lehet látni azt, hogy nem ott a félpályánál, félpálya is az oldalvonal találkozásánál zajlik le a csere, hanem a túloldalon, vagy a kapu mögött, vagy mondjuk megsérül valaki, akkor lehúzzák a hullazsákot, és akkor mondják, hogy csere. Tehát, hogy nem kell ott azt a ceremóniát végigjátszani, hogy jaj, de jó, hogy jössz már, pont gondoltam rá, hogy mikor fogsz beállni, te meg mikor jössz már, olyan béna vagy, hogy ez nem igaz. Nem, a túloldalon is lejöhet, a pálya minden részén lejöhet. De hogy lehet, utolsó kérdés a cserével kapcsolatban, hogy lehet az, hogy a Freiburg ezt nem óvta meg, hiszen ugye azt olvastam, hogy a német szabályok szerint, hogyha valaki több játékos szerepel a pályán, akkor automatikusan a másik csapat nyer, az ellenfél nyer 2-0-ra. Hogy ezt miért nem érvényesítették? Hát azért Bundesligában nagyon kemény a harc. Érvényesítették, megóvták. És? Azt mondja Kán, hogy semmi meglepetés nincs ebben. A következő helyzet most ez a DFB sportbírósága elé kerül. Ott bekérnek mindenféle információt mindenkitől, és aztán majd egy Stefan Oberholz nevezetű lipcsei férfi ő mondja ki, illetve hát majd ő közbi a felügyelő bizottságnak a döntését, illetve a sportbíróságnak a döntését. Igen, óvtak, és egyébként a Streich nevezetű edző, a Freiburgnak az edzője, mondta a meccs után, amikor felkérdezték, hogy hát akkor lesz szóvás, azt mondja, ne haragudjanak a játéknak, ennek a sportnak az a lényeg, hogy a pályán dőljön el a három pont sorsa. Tehát a freiburgiak neki mennek. Valószínűleg tudják, hogy mi lesz ennek a végeredménye, mert nem tehát nem az állás, a végső állás befolyásoló rossz döntésnek lettek ők az áldozatai. Na majd meglátjuk. Gábor, kevés időnk van, viszont Robert Lewandowski nagyon fontos. Múlt héten beszéltünk érintőlegesen róla, vagy azelőtt már nem tudom, de a lényeg az, hogy a Bayern legjobb csatára, a legeredményesebb játékosa, tényleg a világ egyik legjobb játékosa, most szerződés hosszabbítás előtt állna a Bayernnel, de ez nem történt meg. Mi történt? 367 mérkőzésen 339 gól. Ez a tény elképesztő. Nem elegendő, az. Gerd Müller magasságát már réges-rég túlszárnyalta.
jönnek itt mindenféle ilyen ugri-bugri csatárok, a gyerekek, ezt a két számot nézzétek, azt gondolkodjatok. Jó, vagytok? Szerintem, igen. És ez a számpár nem elegendő ahhoz, hogy a 2023-ban lejáró szerződési Lewandowskival Oliver Kahn leüljön tárgyalni. Az más kérdés, hogy a Pini Zahavi nevezetű fickó, tudjátok, ez a végtelen ravasz róka, aki Dávid Alabának is az ügynöke volt, tehát ő a menedzsere Lewandowskinek. És Lewandowski a Bayern Münchennél az öt legjobban kereső játékos közé tartozik. Neuer, Lewandowski, talán Kimmich is ide tartozik, azt hiszem, hogy 20-as közül görgetnek össze. Még úgy is jó neki, ugye, hogy a Huawei-ről lejött. És hát a többiek meg megbeszélték, hogy kéne nekik ez a fickó. A Barcelona például nagyon szeretné, és 2026-ig szóló szerződést adna neki, ami azt jelenti, hogy 36 évesen még mindig a világ egyik legjobb klubjában futballoznak. Uh-huh. És az Oliver Kahnék meg, hát terelnek, ilyen apró kis megjegyzéseket tesznek, hogy hát majd tárgyalunk. Ugye múltkor említettem, hogy Lewandowskit egy interjú alkalmával kifaggatták arról, hogy mit szól ahhoz, hogy már milyen komoly tárgyalásokat jelentett be a barátod Hasan Salihamidzic, uh-huh. És akkor ugye akkor is azt mondta, múltkor is ezt állítottam, hogy hát ő erről nem tud semmit. Tehát itt két ellentétes vélemény ugrik össze, miközben a világ egyik legjobb játékosára, ha nem a legjobb játékosáról beszélünk. Hát kinek nem kellene egy ilyen fickó? De ez hát nem dőlt most el? Én azt olvastam, hogy Lewandowski igent mondott a Barszának. Igen, viszont Oliver Kahn meg azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem engedik el a Bayern Münchentől. De ők nem kínálnak csak egy évet, nem? Igen, ez itt a probléma. Igen. Mert hogyha a Barszánál kap 3 évet, és 36 lesz, akkor egy évet a Bayernnél, akkor tök egyértelmű, hogy mit fog dönteni Robert Lewandowski. Ha csak a pénzügyi oldalát nézzük, akkor a Barcelonánál ott most különösebben nem olyan stabil a finanszírozás. Nem, én a karrier oldalát nézem. Ami még hozzátartozik, hogy Xavi Hernández a Barcelonánál egy nagyon-nagyon jó kis csapatot formázott össze. És a fiatalok játszanak, 17 évesek, meg 20 évesek, meg saját nevelésiek, a legöregebb 26 éves, nyilván nem Busquets, egy nagyon jó csapat. Hova fér oda be Lewandowski? Elmondom, a legelőre, ott a kapu közelébe, ott szokott lenni. Az előbb azt mondtad, hogy önmagáért beszél most, meg azt mondod, igen, hogy ott van egy pár 17 éves, és nem fér el a világ egyik legnagyobb góllövője, ne ügyeskedjünk. Ellenérvet mondok. Én is imádom egyébként a játékát, kicsit már túlzónak tartom, hogy a többiek elől elszedi a lehetőséget, de minden bevel, 10/10 a mutatója. Úgyhogy, hát igen, a németkék meg ugye most spórolni akarnak, meg itt példát akarnak mutatni a többieknek, ott most nagyon nagy pénzügyi kavarodás alakult ki, mert ez a Tolisso, aki ugye ebben a csereügyben is szerepelt, meg Koman is, hát ott mindegyik új kondíciót szeretne kijárni magának. És gondolom Lewandowski is szeretne még valamit hozzátenni. Hát izgatottan várjuk. Gábor, nagyon-nagyon köszönjük, így van. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Vigyázzatok magatokra. Te is, köszi, szia! Horti Gábor, hello! Na, ez izgi volt ez a mai kis csokor. Igen. Még azon gondolkodom, hogy ebben mi lehet az ilyen üzleti játék a háttérben, hogy a Bayern hogy akarja, ha esetleg megy a Barcelonához, akkor menjen lejjebb az ára, vagy... Hát figyelj, az a baj, hogy ugye idősödik Lewandowski. Tehát minden évvel csökkenni fog az értéke, olyan értelemben az értéke, nyilván nagyon jól focizik még, olyan értelemben, hogy már 10 évet, 5 évet nem lehet vele tervezni a koránál fogva. Tehát ugye szűkül, de hogyha a Barcelona megadna neki 3 évet, a Bayern meg csak 1 évet, akkor én karrier szempontjából a Barcelona mellett döntenék, és nem a milliókat számolgatnám. Tehát lehet, hogy az is egy szempont. Mert aztán, ha hosszabbít 1 évet a Bayernnél, akkor megint 1 évvel idősebb lesz, akkor onnan hogy kerül el majd egy jó csapatba? Uh-huh. Ez az. Na ez a baj. Ja, na jó, ez tényleg izgi volt. Jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és ez sport volt szintén, de a 2023-as Forma 1-es naptárban néztünk bele, mert lesz egy új verseny, a Las Vegas-i. Bizony, és a pilóták nagyon izgatottak, vélhetően nekünk is annak kell lenni, mert ez tényleg elég jó lesz, és Szújó Zolival beszéltünk erről. Ez a bocskor! 10 óra lesz, 8 perc múlva, és hát a DHL-es lányok olyan cuki küldtek fotót magukról, válaszoltunk is, pusszíjuk őket. Egyenként, ugye? Ezt egyenként. Igen, ezt üzentett, hogy egyenként. Egyenként, igen. Jó. Te befejezted a munkát mára?
Nem, nem, várom, hogy még ez hova fut, hogy te is küldesz a képet nekik. Hát egy csomó kép van róla, amit a Facebook oldalunkon. Ekkora amatőr is csak én lehetek, egyszer hívtok fel, és akkor sem hallom meg. Amúgy elkezdtem felmérni a külföldi turnéhoz az ideális helyszíneket, puszi Fati. Ó, de rendes vagy. Fati, lehet, hogy nagy segítségünkre lesz ebben. Uh-huh. Köszönjük szépen. Törölj, hadd lépjük át a nincset, igen, Laca B-ról. Sziasztok! Láttuk erről is már a képet. A 74-es troli a Kacsó-Pongrác zuglói oldalán neki ment a Zajfalnak, dugó várható. Mi van ma? Ez a vonatbaleset, ez a sajnálatos, ugye? Hiszen halálos áldozatai is vannak, és plusz most ez a zuglói troli baleset. Tudsz egyébként a vonatbalesetről részleteket? Mert mi csak egy SMS-t olvastunk be. Annyit tudok, hogy a kis teherautóban utazók közül haltak meg többen. 22-en utaztak a vonaton, és ott többen megsérültek. És egyelőre le van zárva ugye helyszínelnek. Történt mindez pontosan hol? Csak hogy... Mindszentnél, Csongrád-Csanád megyében, a Hódmezővásárhelyi Szentes között járó vonat. Oké, köszönjük szépen. Jó, Anett, most nézelődtem eBay-en. Na és tudod, mi lesz a mondat vége? Hát gondolom, nincs bútor. Pontosan. És nincs bútor. Nincs bútor. Tibi üzeni Dániából. Fegyelmezett rádiós rockstárok irány Vegas, azt pörgessétek az éter rulett kerekét. Üdv egy nem másnapos pilóta a faldoktor. Köszi. Igen. Hú, nekem Dubai ilyen. 7 évet laktunk ott, és nem kevésszer voltam ilyen helyzetben. A Mikulás ünnepségen találkoztunk is, bocsi, üzeni Eci. Hát igen, ott voltam egyszer Mikulás ünnepségen Dubajban. Valóban, jó volt. Laci, parancsolj. Mi volt a kedvenced a mai műsorból? A Szújó Zoli, nekem ő nagyon. Igen? Igen. Nem szeretem a Forma 1-et, de a Zoli úgy beszél róla, mint hogy ez egy érdekes dolog lenne. Igen, mi ezt próbáljuk elérni, hogy akkor is szórakoztató, akár a Szújó Zoli, akár a Horthy Gábor, hogyha egy olyan témáról beszél, mert keveseket érdekel, ugyanakkor mégis úgy beszél róla, hogy úgy odafigyelsz. Olyan érdekesen beszélek róla, lehet, hogy más témákat is adhatnánk nekik. De mi? Hogy csinál lebencsleves Szújó Zoli? Én nagyon kíváncsi vagyok, a Zoli biztos el tudja, hogy mesélni, hogy a lebencsleves nagyon kívánatossá válna mindenkinek. De ez ilyen Budapest TV-s műfaj, tehát ez a... Zoli megcsinálja, hogy ne legyen az. Jézusom! Úristen, hagyjuk egyszer a Lacit kreatívkodni egy hétig? De vágjunk bele. Jaj, annyi a lovász van, én nem érek rá. A nagy lovász hét. Csinál a Laci Karán. Van életem. Mi? Csak te hozod a téma ötleteket, meg kit milyen helyzetbe. És szó nélkül megcsináljuk. Milyen témával foglalkozol a Szújó Zoli adott esetben, vagy a Horthy Gábor, vagy a Vályi Pista. Hát figyelj, megnézhetjük. Óriási szívás lesz, de megnézhetjük. Nekik. Na jó van, Vágó Piros visszatért, és itt lesz közöttünk, ő folytatja nem sokára, mi pedig holnap reggel 6:08. Viszlát!